6. kerületi iskolák szavaló és informatikai versenye a Derkovics Gyula általános iskolában. Ügyfélfogadási szünet az Andrássy úti kormányablakban. A Vörösmarty általános iskola diákjai Dunahotdányban. Módosul a rendelési idő a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál. 6. kerületi iskolák az országos népdalversenyen. Zsuzsa néni, 90 éves. 8. országos Line Dance és Country Fesztivál. Cirkusz hónap a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Terézvárosban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az itt tanuló diákok több műfajban is megmérettethessék magukat. Ezúttal kerületi szavaló és informatikai versenyre várták a lelkes nebulókat a Derkovics Gyula általános iskolában. A szavaló verseny a kerület 5 iskolájának az összefogásával jött létre. Minden pedagógus társamnak nagy köszönet, és külön köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak is, a 6. kerületi önkormányzatnak, mert lehetővé tette, hogy gyönyörű szép jutalmakat tudjunk a gyerekeknek adni a különböző helyezésekért. Ez már egy hagyomány a Terézvárosban, hogy minden évben egy szavaló versenyt rendezünk. Én azt hiszem, hogy olyan 6-7 évre nyúlik ez vissza. Nem mindig én voltam ennek a szervezője, én körülbelül talán 4 vagy 5 éve szervezem, de minden esetre nagyon nagy izgalommal várják a gyerekek. Tehát ez egy olyan verseny, amire tényleg olyanok jönnek, akik szeretik a verset, szívesen készülnek rá, nem csak pedagógusok, hanem szülők is részt vesznek a versválasztásokban, hiszen van egy kötelező vers, és van egy szabadon választott vers, amit a gyermek maga választ. Nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek a szavaló versenyek, mert nagyon érdekes, nagyon jópofa verseket választanak a gyerekek, és szívesen hallgatják egymást a különböző évfolyam tanulói. 2.-4. évfolyamig szervezzük ezt meg, tehát ez azt jelenti, hogy a kis másodikos már megismerkedik a negyedikeseknek a nyitottabb szemléletével, tehát jobban kitekintenek már a világirodalom verseire például. Tehát nagyon élvezik. Eddig a zsűri hallgatott, most pedig önöké, szóval hogy érezték magukat? Nagyon színvonalas verseny volt, úgy érzem. Nagyon jól felkészültek a gyerekek, eleve öröm nekünk az pedagógusként, hogy látunk vers szerető gyerekeket, látunk bátor kiállású, jól verset értelmező, jól beszélő, jól kommunikáló gyerekeket, és örömmel veszünk részt minden ilyenen. Az értekelésnél elmondta, hogy 3 évvel ezelőtt ment nyugdíjba, és hiányoznak a gyerekek. De most itt újra láthatta, akár az Erkel Ferenc általános iskolás tanulókat is, egy kicsit nosztalgiázott is, de most szigorú zsűrűként kellett részt venni ezen a versenyen. Nem volt egyszerű, mert tényleg hasonló képességekkel jöttek a gyerekek, nagyon jól felkészítve, ahogy ezt már Zsuzsa is elmondta, viszont valóban élvezet volt őket hallgatni. Különösen azokat, akin az ember látta, hogy önmaga is élvezi magát az egész verset, tehát jól értelmezi és élvezi elmondani is a verset. Úgyhogy én magam is nagyon jól éreztem magam, és a nosztalgiámnak kicsit eleget tettem ezáltal, és bármikor nagyon szívesen megismétlem, ha hívnak. Nekem mindig egy kicsit a szívem összeszorul a végén az értékelésnél, hiszen nem lehet mindenki győztes, de múltkor megtanultam egy előző kerületi versenyen, hogy a gyerekeknek nagyon fontos a részvétel, hiszen nem is a díjazás a legfontosabb, hanem az, hogy részt vettek ezen a versenyen. De mégis a zsűri milyen alapon dönt? Amit az előbb hallottunk, valóban nagyon fontos a gyermekeknek az a kisugárzás, hogy látjuk-e rajtuk azt a pluszt, azt a kis csillogást a szemükbe, azt a kis tüzet, hogy ő tényleg élvezi a versmondást. Volt itt olyan, több olyan tanuló is, akin egyszerűen látszott, hogy lubickol abban, hogy ő szerepel, és ezt a jó értelemben értem. Tekintettartással kapcsolatot tudott teremteni a közönséggel. Oda tudott vonzani minket teljesen, ahogy
hogy őrá figyeljünk. Nem tudtunk másra figyelni. Na ez az, amit keresünk. Sok szeretettel gratulálok nektek. Első helyezett, második helyezett. Hogy éreztétek magatokat, és milyen verset neveztetek be? Hú, nagyon izgatott voltam. Fenomenális, hogy első lettem, és én a Kassák Lajostól az Ószeres dalát adtam elő. Nagyon jól éreztem magamat, és Juhász Magdától a Hová lett az ellenőrzőmet. Én is úgy, mint a többiek, és én a Békés Mártától az Aranyköpés című művet adtam elő. Romhány József, a bölcs bagoly, a tudós bagolyné tojt egy kis ugodot, de az nem lett okos, sőt inkább ütődött. Atya nagy sírű egyetemi dékán, sokat bosszankodott Lüke ivadékán. Hasztalanul szólta, magoly fiam, bagoly, hiába korholta, intette, kökét ez csak untatta. Utálta az egyetemet, órák alatt legyetevet. Nem csoda hát, hogy a halálmadár vizsgán csak ücsörgött és pislogott pislán. Hus! Rivalt rá az elnök akadémikus. Szálljon egy házra és borítsa gyászba. Jó, mondta a buta bagoly, halott azt sem tudta, miből lesz a halott. Rászállott a legelső viskóra, és ott csücsült bóviskolva. Jobb lett a temetőár, mindent végigpásztáz, mert így volt a temetői gyászház. Így lett a nagy erdő legostobábbagja, a Huhogányos Akadémia tagja. Mivel készültetek, mivel neveztetek, és mivel nyertél? Egy könyvet nyertem, és nagyon örülök, mert otthon nagyon, nagyon sokat fogok olvasni. És milyen verset nyertél? A kocsás versem, meg a Kulcsár Miklós falusi történet. De mivel készültél, milyen vers? Hát én a Kulcsár Miklós falusi történettel, meg a Majó voltam. Tavaly nyáron falun voltam a nagyinál üdülni. Azt mondta egy bácsi nekem, hogy megtanít fütyülni. Megmutatta, miképpen kell tartani a számat, azt is mondta, egyek répát, ne is egyet, százat. Mert a fütyüléshez bizony kell a sárga répa, ha nem hiszem, nézzem meg őt, ő az élő példa. Tudom, hogy a sárga répa jó és egészséges, de hogy ettől én fütyülnék? Hát ez nevetséges. Tóth Árpád Ferenc, a három paca, a kék, a piros meg a sárga, rengeteg szín jó barátja. Amúgy meg mind kedves rokon, pöffeszkednek rajzlapokon. Elnyújtózik, szól a sárga, fogócskázzunk valahára. Unatkozik az a baja, ő is csak egy apró paca. Kerges engem, hívja a kék, s felé nyújtja cseppnyi kezét. Mint aki csak térül fordul, lám a sárga neki lódul, és elcsípi el a kéket. Zöldé válnak a festékek. Kéket szekál a piros is, aztán lilára változik. Most meg nincs csak, mert oly csinos, sárgát ölel a kis piros. Egybe kelnek valahára, narancsszínű boldogságba. Vagyunk a 6. kerti Derkovics Gyula Általános Iskola informatika versenyén, ahol ma az 5.-6. osztályosok mérettetik meg magukat. A mai alkalommal grafika és komplex versenyt tartunk. Elvileg minden iskolából ugye két ember jöhet, két-két ember mind a két kategóriából. Az első három helyezettet díjazzuk. A mai napon a Terézvárosi Önkormányzat jóvoltából került díjazásra a verseny, és akkor az első két helyezett minden kategóriából tovább jut a fővárosi
versenyre, amit áprilisban fogunk majd megtartani. Jövő héten a 7.-8. versenye lesz. Ez 3 kategóriát jelent, náluk a prezentáció, szövegszerkesztés és a táblázatkezelésből fognak versenyezni a gyerekek. Hasonló rendszerben mind a két alkalommal van elmélet a gyerekeknek, és van gyakorlati munka, amit ugye elméletet papíron, feladatokat oldanak meg, gyakorlatnál pedig a gépen kell megoldaniuk egy komplexebb feladatot, egy gyakorlati feladatot a meghatározott kategóriákból. Említette, hogy díjazásban részesülnek a gyermekek, ez hogy szokott zajlani? A verseny jellege véget nem tudjuk kapásból egyből kijavítani ezeket a munkákat. Az elméletet a gyakorlati munkájuk alatt fogjuk kijavítani, a gyakorlati munkához viszont idő kell, általában egy olyan másfél-két órát elvesz a javítás, és egy másik alkalommal szoktuk átadni a díjakat a gyerekeknek, illetve az okleveleket is. Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy 2016. március 11-én pénteken 11 órától 15 óráig áramszünet miatt nem fogad ügyfeleket az Andrássy út 55 szám alatti kormányablak. Terézváros Dunabogdányi üdülőjében ezúttal a Vörösmarty Mihály általános iskola diákjai töltöttek el 5 napot. Sajnos az influenza szezon miatt kevesebben tudtak részt venni a táborban a tervezetnél, de így is maradandó élményeket szerezhettek a diákok. Az önkormányzati percek vendége Rakó József, a 6. kerületi Vörösmarty Mihály általános iskola intézményvezetője lesz. Az első napon a Mogyoróhegyre kirándultak, majd a régi generációk által is jól ismert és még ma is divatos játéké, a számháborújé volt a főszerep. A második nap is kirándulással telt, majd a harmadik napon a kémhatást vizsgálták céklával és lilakáposztával, illetve 3D-s térképrészletet próbáltak készíteni papírmasé technikával. Este aztán felsétáltak a Nagyvillámra bobozni. A negyedik napon meglátogatták a Kutyahegyet, este pedig a népszerű játék az 1 perc és nyersz vetélkedő tartotta lázban a fiatalokat. Az 5. nap az összecsomagolásé volt, illetve a tanárok értékelték a csoportok munkáját. Mindezeken kívül a héten kézműveskedtek, gyümölcs salátát készítettek, valamint az erdő élővilágát vizsgálták. A túrázások során biológiai és földrajzi megfigyeléseket végeztek, mikroszkopizáltak, táblagépet használtak bizonyos feladatokhoz, kémiai vizsgálatot tartottak, feladatlapot oldottak meg a faluval kapcsolatban, illetve egész héten az időjárást figyelték és regisztrálták az adatokat. Persze a játékra is bőven maradt idő. A gyerekek szabad idejükben csocsóztak, biliárdoztak, pingpongoztak és kosaraztak. Összességében egy tartalmas hetet tölthettek el a Dunabogdányi üdülőben. A 2016-os munkaszüneti napok körüli változások miatt a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat munkarendje módosul. Március 14-én hétfőn a TESZ járóbeteg szakrendelése születel. Ügyeleti ellátás vehető igénybe a 7. kerületi Dob utca 86 szám alatt, illetve a 061-321-0440-es telefonszámon. Tájékoztatják továbbá a lakosságot, hogy ezen a napon a házi gyermekorvosi ellátás is szünetel. Ügyeleti ellátás vehető igénybe a 13. kerületben a Révész utca 10-12 szám alatt. További információ a 061-349-8601 vagy a 061-349-8603-as telefonszámon kapható. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat a többi munkanapon a megszokott munkarendszerint várja a betegeket. Igen színvonalas megmérettetésen vehettek részt kerületünk szép hangú diákjai.
ugyanis fővárosi népdalversenyt rendeztek a Fazekas Mihály gimnáziumban. Terézvárosból délelőtt többen is énekeltek, és szép eredményeket értek is el. Fellépett Jegorov Antónia, a terézvárosi két tannyelvű általános iskola növendéke, illetve ugyancsak délelőtt taloltak az Erkel Ferenc általános iskola diákjai. Babai Borbála, Kislejcer Anna, Nagy Sarolta és Tóth Vivien. Mindannyian aranyminősítéssel távoztak. Délután volt a 7. és 8. osztályosok versenye. Itt léptek fel a Bajza utcai általános iskola tanulói, akik ezüst minősítést értek el. Budavári Viki, Gurbai Krisztina, Lakatos Ildikó, Pető Brenda, Szálkai Zita és Váradi Jászmin. Gratulálunk a díjazottaknak! A 90. születésnapja alkalmából Pap László Terézváros alpolgármestere köszöntötte Botos Tibornét, Zsuzsa nénit, és adta át az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt köszöntőlevelet, valamint Hassai Zsófia Terézváros polgármesterének oklevelét. Zsuzsa néni, bár Pestújhelyen született, teljes joggal érezheti terézvárosinak magát, hiszen 80 esztendeje a kerületben, előbb a Lovag utcában, majd 1970 óta a Városligeti fasorban lévő otthonában él. Angol-francia szakos tanárként több ezer gyermeket és fiatalt tanított meg, a világ kapuit szélesebbre táró, más kultúrákat közelebb hozó, az eligazodást segítő idegen nyelvre. Hivatását mesterfokon művelte. Nevéhez nem csak az általános iskolák szakos tantervű osztályainak írt tankönyvek kötődnek, de 1963-tól néhány éven át az Oktatási Minisztérium munkatársaként jelentős szerepet vállalt az általános iskolák szakos nyelvoktatásának rendszerszerű bevezetésében és a tanítás módszertanának kidolgozásában. Zsuzsa nénit volt tanítványainak sorsa 90 esztendősen is érdekli, és a mai napig figyelemmel kíséri, mi történik szűkebb pátriájában és a nagyvilágban. Isten éltesse sokáig jó egészségben az ünnepeltet, Zsuzsa néni. Nyolcadik alkalommal rendezték meg az országos Line Dance és Country Fesztivált. Az ország területén több helyen működnek ilyen közösségépítő táncklubok, ahol jelen van a zene, a mozgás és a vidámság. A rendezvénynek a Tungsram sportcsarnok adott otthont. A fesztivál fővédnöke Bródi János volt. A 6. 7. kerületi ipartestület tagjai is ott voltak a fellépők között, és együtt ropták a táncot country zenére. A Budapest főváros Erzsébet és Terézvárosi általános ipartestülete egyesületek közötti kapcsolatot ápol a Kerepesi Plastic Cowboys Tánc Klub tagjaival. A két egyesület között a barátság még a múlt év végén kezdődött, amikor az ipartestület meghívására az évzáró rendezvényen remek hangulatot teremtettek táncaik előadásával. Ezek után többen jelezték, hogy szívesen megtanulnának egy pár figurát. Ez a közös táncolás, az új forma igen megtetszett több tagnak is, mert a napi munka után jól esett a vidám kikapcsolódás, a zene és a sok örömteli nevetés. A bemutatkozók között ott voltak a kerekesszékesek is. Az ő táncukat a sportcsarnok minden jelenlévője állva tapsolta végig. A fesztivál műsorvezetője is úgy vezette, illetve mutatta be a Plastic Cowboys kerepes tánccsoportot, amelyhez az ipartestület tagjai is tartoztak, hogy az egyik villanyszerelő, a másik irodai dolgozó, a harmadik kézműves, vagy éppen diplomás cégvezető. A Terézvárosi Gyermekkönyvtárban minden hónapban egy-egy témát jelölnek ki annak érdekében, hogy még többen kedvet kapjanak az olvasáshoz és a könyvtárba járáshoz. Március 18-áig a cirkusz lesz a középpontban. Összegyűjtöttek mindent, amit a varázslatos cirkuszi világról tudni lehet. Kitűzött cél, hogy a megújult könyvtárban egy közösségi tér is létrejöjjön, ahová szívesen járnak mind gyermekek, mind felnőttek kikapcsolódni. A következő hónapban a házi tündéreké lesz a főszerep.
Hát ismét itt vagyunk a Terézvárosi Gyermekkönyvtárba, és imádom a negyedik tematikus hónap kezdődött el, és jó magad is már 4 hónapja itt vagy. Röviden mondd el az eddigi tapasztalataidat. Nagyon szeretik, nagyon élvezik, illetve kérik az olvasók, hogy egy kicsit lassítsunk, mert ugye 4 hét mindig egy hónap egy-egy téma, és hát sokan mondják, hogy lemaradunk egyszerűen, nem jut el hozzánk a hír, vagy valami elutazunk, nem tudunk jönni, és már is lemaradtunk, úgyhogy most bejelentjük, hogy egy kicsit hosszabbak lesznek ezek a hónapok, 1,5-2 hónapos hónapok lesznek nálunk. Eddig ugye volt először a lovagok, aztán a vasút, aztán a medvék hónapja, és most a 4. hónap itt most nálunk a cirkusz hónapja, ami most egészen március 18-áig péntekig fog tartani, 2 héttel meghosszabbítva az eredetit. Tematikus hónapok, de hát azért ez mégis egy Terézvárosi Gyermekkönyvtár néven működik. Mi a tapasztalatod a gyerekekkel, hogy szeretik a könyvet, mennyire szerettek meg téged, az új környezetet, az új hangulatot? Az új környezetet nagyon szeretik, az új hangulatot szeretik, teázni, limonádézni lehet. Egy közösségi tér. Eddig is az volt, de most még inkább egy még interaktívabb közösségi tér. Ugye most a cirkusznál lehet mászni, és reményeink szerint ez folytatódni fog. Minden hónaphoz kigyűjtünk mindig könyveket, amik a hónap témájához kapcsolódnak, medvés, vonatos, most ugye cirkuszos könyveket gyűjtöttünk ki, és aztán azt előszeretettel viszik, úgyhogy az lefogy mindig egyből. És a következő hónap nálunk, ami március 21-én kezdődik, a tavaszra készülve és a húsvétra készülve, az a házi tündérek hónapja lesz, ami nem ilyen kis szárnyas, röbdöső tündér. Mi vagyunk a házi tündérek, úgyhogy házi kencefice krémkészítés lesz házilag, muffint díszítünk, sütni, főzni tanulunk, és szabni, varni tanulunk, mindent ahhoz, hogy milyen igazi kis házi tündérek legyünk, mint anyu. Itt vagyunk a Terézvárosi Gyermekkönyvtárba, ahol 2 terézvárosi tanuló is van, hiszen ti az Erkel Ferenc Általános Iskolába jártok, és mellett az artista képzőbe. Hogy is van ez? Akkor most tegyük rendbe ezt a dolgot. Délelőtt bemegyünk az Erkel Ferenc Általános Iskolába, lefolyik a tanítás, és utána átsétálunk a Baross Imre Artista Képzőbe. A Baross Imre Artista Képzőben hétfőn 5 óránk van, lemennek az 5 órák, és utána haza lehet menni. Még ugyan korai a kérdés, de mi lesztek, ha nagyok lesztek? Hát ez nagyon nehéz kérdés, hiszen amikor én artistának mentem, én nagyon beleszerelmesedtem a függőbe, és légtornász szerettem volna lenni. Na és most már nem tudnák pontos választ adni arra, hogy mi szeretnék lenni, mert annyi óránk van, hogy mindet nagyon örömmel csinálom, nagyon szeretek szaltózni, függőzni, és igazából szeretnék akrobatikázni, és függőzni szeretnék. Tehát tulajdonképpen akkor ebből már az derült ki számomra, hogy mindenféleképpen az artista világban, cirkuszvilágban szeretnétek elhelyezkedni. Te? Én is, és én még mellette le szeretnék rakni, vagyis igen, vagy egy cukrász szakmát, vagy egy kozmetikus, vagy egy fodrász, és én is elsőnek ilyen függőszer ilyesmit akartam, de most találkoztam az egyik tanárral, úgy hívják, hogy Tomi bácsi, és ő neki van egy csoportja, amilyen ugródeszka tartják egymásnak ilyesmi, és én arra is szeretnék menni, szóval akkor én is innen szeretnék csinálni. Hát embert próbáló és merész mutatványokat mutogattatok itt nekünk a Terézvárosi Gyermekkönyvtár cirkusz hónapjában. Meséljetek nekem egy kicsit, hogy történik az oktatás. Ugyanúgy van 4 fő tantárgyunk és 4 kiegészítő technikánk, ezekből áll össze nekünk az órarendünk, ugyanúgy, ahogy a közismereti órákon a matematika, irodalom, történelem, ez zajlik 8-tól 1-ig.
és aztán átjönnek hozzánk 2-től 6-ig bezárólag, és ott van az akrobatika, dinamikus akrobatika, statikus akrobatika és a függőszer, valamint az ügyesség, ez a 4 fő technikánk előkészítőben, és emellé keverjük napi 1-2 óra szinten a kiegészítő technikákat, ami a tánc, a pantomim és a színészmesterség. Miért választottad ezt a nagyon nehéz, ám bár gyönyörű hivatást? Hát én azért választottam ezt a cirkuszt, mert én nagyon szerettem régen cirkuszba járni, és egyszer mentem egy olyan cirkuszba, ahol ilyen artisták szerepeltek, és onnantól kezdtem el, hogy minden cirkusz, és onnan anya megszerezte a telefonszámát az iskolának, és felhívtuk, és akkor felvettek, és akkor azóta oda járok. Neked melyik az erősséged ezek közül? Hát, nekem is főképpen az ügyesség, és onnan is az egyensúly dolgok, mint például a golyó, a drót, azt én nagyon szeretem, meg hát egy kerekű, az egy jó kis tanács. És te miért választottad ezt a pályát? Hát én azért választottam az artista képzőt, mivel eléggé mozgékony vagyok, és hát semmi nem kötött le úgy, még otthon is este 5-től 6-ig pörögtem ezerrel, és hát most így az artista képző egy kicsit lenyugtatott, és hát nem pörgök annyira. Azt előbb elmondtad, hogy vannak társiskolák, testvériskolák, ez mit jelent? Hogy külön intézményben folyik a közoktatás. Az Erkel Ferenc iskolában, vagy a táncművészetinek van egy iskola része, ahol a közoktatás folyik reggel 8-tól 1-ig, és akkor onnan, ezek általában 10-15 perc járásra vannak tőlünk, azért hívjuk őket testvériskolának, mert egyik bezárólag a közoktatás megtörténik. Felkészíti őket 18 éves korra rendesen az érettségi megmérettetésre, és nekünk utána van egy fordulópont, hogy a diákjaink hozzánk járnak délután, mert akkor már nincs közismereti órájuk. Hát most csak az maradt hátra, hogy azért tegyük össze most akkor a mozaikokat, és akkor az artista iskola hány éves, hogy lehet oda jelentkezni esetleg, mik a feltételek egy felvételihez, és egy kicsit foglaljuk össze, hogyha valaki kedvet kap, akkor hogy jut el oda. Természetesen mindig van nálunk nyílt nap, van elérhetőségünk az interneten, ahol minden információ kint van. Most legközelebb március 23-án van 2 órakor felvételi, és pótfelvételit is tartunk április 29-én, az is szintén 2-kor van. Mindenkit várunk szeretettel, aki mozgékony, akiben sok az energia, aki szorgalmas, aki elhivatott, mert az már, hogy ő miben tehetséges, ezt a mi feladatunk megtalálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki, aki szorgalmas, sportszívvel rendelkezik, lelkes és kitartó, abból válhat cirkuszi előadó művész. Utolsó kérdés, vágyak, tervek? Hát én nekem nagy, a kedvenc cirkuszom az a Cirque du Soleil, és oda szeretnék majd egyszer elhelyezkedni. Amen. Szívből kívánom, hogy így legyen. Ugyanez. Nekem is a Cirque du Soleil az egyik kedvencem, és hát én is oda szeretnék nagyon bekerülni, és hát reméljük, hogy sikerülni is fog. Mondd el nekem, hogy mit próbáltál ki, mert azt láttam, hogy kötélmászás volt, meg mi egyes. Miket próbáltál ki? Kipróbáltam a zsonglőrködés, a buzogányozást, és kipróbáltam az egykerekűzést, és a karikadobálást. És melyik tetszett a legjobban? Az egykerekűzés. Mesélj nekem, hogy mi tetszett a legjobban ma itt a cirkusznapon? A bohóc. A bohóc. És miért pont a bohóc? Mert szeretem a bohócokat. És mondjad, szoktál cirkuszba járni? Igen. És ott is a kedvenceid a bohócok? Igen. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket a képernyőn látható elérhetőségeket. A jövő héten a szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jó, a viszontlátásra.
Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják. Adásunk élő és az önkormányzati percek keretén belül első részben vitaműsorra kerül sor, második részben pedig a Terézvárosi iskolákat bemutató sorozatunkból a Vörös Marti Általános iskola igazgatója lesz a vendégem, Rakó József úr, aki meginvitálja a szülőket a nyílt napjaikra, illetve elmondja, hogy milyen az iskola, miért érdemes odaíratni a gyerekeket. Most pedig a stúdiónk vendégeit köszöntöm nagy-nagy tisztelettel. Pap László úr, Terézváros alpolgármestere, Nyíri Gábor, önkormányzati képviselő, az Együtt a Korszakváltók pártja részéről. Uraim, a kezemben tartom Terézváros magazinját, amiben egy nagyon részletes cikk van a terézvárosi költségvetésről, ez lesz a mai fő témánk. És engedjék meg, hogy mielőtt vitára bocsátanám a témát, akkor elmondjam, hogy azt hiszem, hogy nagyon kevés terület, kerület és település dicsekedhet azzal, hogy ellenszavazat nélkül fogadták el a költségvetést, és a költségvetés mellett levő ellenzéki képviselői részben is minden képviselő gyakorlatilag, ha nem is azt mondom, hogy az elismerés hangján, de egy nyugodt informatív bírálatot tudott mondani a költségvetésről, hiszen jó számokkal indíthatjuk ezt az évet. Akkor először talán alpolgármester úr, minek köszönhető az, hogy ennyire egységes volt most a képviselőtestület? Hát először is tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, a képviselő urat is természetesen. Egységes volt a szavazás a végén. Valójában ugye 10 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadta el a képviselőtestület a 2016. évi költségvetést. A testületülés vitájában ugye részletesen kifejtettük az álláspontunkat erről a kérdésről, de ugye azt megelőzően az előtte való két napban is mindhárom bizottság ülésen részletesen tárgyaltuk a költségvetést. Számtalan kérdés vetődött föl, ellenzék oldalról is természetesen. Mi igyekeztünk ezeket a kérdéseket nagyon tisztességesen megválaszolni, és hát én ennek tudom be aztán a szavazásnak a végeredményét. Tulajdonképpen így ülünk egymással szemben, hiszen van, amikor igazi vitára kerül a sor, nem tudom, hogy mennyire lesz vita, de nézzük meg ellenzéki oldalról. Ugye azt mondtam, hogy egységesen elfogadták a terézvárosi költségvetést a képviselők, valóban 10 igen és 4 tartózkodás volt. A tartózkodás az gyakorlatilag egy elismerésnek számít, hiszen nem elutasították a költségvetést, hanem azt gondolom, hogy a maguk bírálata mellett azért mégiscsak elfogadhatónak találták. Mi volt ennek mi a tartózkodásnak az oka, és akkor utána majd megnézzük részleteiben, hogy mi volt az, amit vitára szántak volna. Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Ez a tartózkodás, ez annak a kifejeződése, hogy ez a pohár most félig teli vagy félig üres, ez egy nagyon régi dilemmának a kifejeződése. Honnan nézzük? Ugye a jelenzéki oldalról nézve a költségvetés alapvetően nagyon jó az, hogy nem szorul a kerület hitelfelvételre, és ez mindenképpen nagyon fontos Terézváros életében. Mi viszont egy más elképzeléssel közelítenénk mondjuk a kerület gazdálkodásához, egy lendületesebb ívet szánnánk a kerületnek, hiszen nagyon jók az anyagi forrásai jelen pillanatban Terézvárosnak. Ez köszönhető, azt gondolom, a szigorú költségvetési politikájának a városvezetésnek. Viszont én úgy érezzük, hogy most már azok az idők jöttek el, amikor már komolyabb beruházások irányába is el tudna mozdulni a kerület. Ezeknek nem látjuk azért minden szempontból a megvalósulásoknak lehetőségeit, hiszen a piacfelújítás is azért úgy látjuk, hogy késik, illetőlegesen a társasházi felújítási pénzekben volt komolyabb vitánk ezeknek az elosztásában, hiszen nagyon jó dolog az, hogy ennyire sok pénzt tud költeni a kerület a társasházaknak a megsegítésére, viszont mi hiányoltuk, ami egy régebbi gyakorlat volt, a visszanemtérítendő támogatásoknak a bevezetését, hiszen nem minden társasház van abban az anyagi helyzetben, hogy csak hitelfelvétellel, tehát az önkormányzattól kapott kamatmentes hitellel éljen a pályázatok révén. Vannak olyan társasházak, amik szerintem komolyan segítségre szorulnak az anyagi helyzetükből adódóan,
illetve a társasházi felújításoknál azért még, és a pályázatoknál volt még olyan kifogásunk, hogy a gépészeti és tehát a gépészeti munkáknak az elvégzését ugyan támogatja most már a pályázati rendszer, viszont kisebb százalékban, mint a szépészeti munkálatokat. A gépészeti munkálatoknál ez átlagosan olyan 30% körüli hányados, ami viszont mondjuk a homlokzatfelújítást, vagy az ilyen szépészeti megoldásokat támogatja az 50%. Mi ezt fordítva próbáltuk volna elképzelni, hiszen a homlokzat meg a lépcsőház felújítás az nem tud szerintem addig végbe menni, amíg gépészetileg az elektromos hálózat, vízgáz hálózat nem funkcionál rendesen egy adott társasházban. Meg is állunk itt egy pillanatra, mert két nagy lélegzetvételű gondolat volt, lehet, hogy már eleve ketté kellett volna venni, de azt hiszem, hogy itt van a lehetőség arra, hogy alpolgármester úr lépni tudjon ezekre, és elnézést kérek a kedves nézőktől, az egyik lámpánk kiment, ez egy élő adás, itt a kollégáim megpróbálják közbe majd megoldani a fény problémáinkat, remélem, hogy azért így is látható az adás. Hát remélem, hogy nem fogunk homályba borulni. Azért, ahogy nézem, annyira nem. Azért a költségvetésünk rendben lévőnek tűnik, hál' Istennek. Igen, képviselőt felvetett itt néhány dolgot, tehát megpróbálok rá tételesen reagálni. Az egyik az az, hogy anyagi források, anyagi lehetőségek. Igen, valóban a kerületnek a gazdálkodása néhány évvel ezelőtt olyan irányt vett, aminek az lett az eredménye, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezünk, amelyek a fejlesztéseknek az alapjául szolgálnak, vagy éppenséggel pályázati önerőként tudnak szolgálni. Nyilván nem volt ez mindig így, Most lehetőségünk van arra, hogy ezeket az eszközöket hatékonyan felhasználva tényleg a kerület javára fordíthassuk, és ténylegesen úgy fordíthassuk, hogy ez az átlag állampolgár számára is érezhetővé váljon. Ezért egyébként fejlesztési oldalról egy több mint 800 millió forintos fejlesztési projekt sorozatba kezdtünk, ez csak ezt az évet érinti. Tehát 800 millió fejlesztési projekt, olyan sorozat. Ez kifejezetten sorozat, az igen. Egyes projekteknek az összértéke, emellett ugye nincsen benne például mondjuk a társasházi pályázatoknak a finanszírozására, majd még mindjárt kitérnék részletesebben is. Ezek az egyes projektek. Ugye beszéltünk már arról, számtalan alkalommal hallottak a kedves nézők arról hírt, hogy mintegy 380 millió forintból a Bajza utcai általános iskola megújul, 90 millió forintot szánunk a Lendvai utcai óvodának a felújítására, 110 millió forintot a sportpont felújítására, az 5-ös 10-ben is lesz egy 30 millió forintos beruházás, készül az Erkel iskolának az ebédlő felújításának a terve, a Benc úr kert kérdésében egészen előrehaladott állapotban vagyunk, és akkor nem is beszéltünk például a Fasori óvodának az udvaráról, ahol mi döntés nem született, de ott is a végén járunk már a döntés előkészítési szakasznak, mint egy 30 millió forintos beruházásról lesz szó. Hát ezt így összeadva így nagyjából 800 millió forint fog kijönni. Szó esett egy filmadat elejéig a csarnok kérdéséről. Azért a csarnokra jegyezzük meg, hogy a mostani kutatásaink alapján már 1986-ban is azt tervezték, hogy a csarnokot felújítják. Azóta néhány önkormányzati ciklus továbbfutott, hova tovább egy rendszerváltás is megtörtént azóta. Most viszont valódi lehetőség van arra, hogy a csarnokot meg tudjuk újítani, és egyébként és azt hiszem, hogy ez teljes egyhangulag történt a szavazás 2015 decemberében a tervezési munkálatoknak az elindításáról, olyannyira, hogy néhány hónapon belül az első szükséges dokumentációk már a kezünkbe is lesznek, amelyek a csarnok felújításához elengedhetetlenek, csak sikerült kimondani, és e tekintetben már az idén szeretnénk a kivitelezési munkálatokat is megkezdeni, legalábbis az első csapásokat megtenni a tekintetben, és aztán pedig az egyébként elfogadott ütemtervnek megfelelően a tetőtől indulva lefelé meg fog újulni a csarnok, és nyilván ez egy hosszú éves projekt. Tehát több éves projekt, ezt nem lehet egy esztendő alatt megoldani. Ugye 30 év alatt nem is sikerült ezt senkinek, mi viszont ezt a dolgot kezeljük, és meg is fogjuk tudni minden reményünk szerint oldani. A társasházakról... Még a társasházakról ne válaszoljon, még nem szeretnék válaszolok. Egy pillanatra visszatérni, közben a fényünk is megérkezett, hála Istennek.
Az előbb azt mondta képviselő úr, hogy nem elég lendületes a költségvetés tervezése a beruházásokat illetően. Na most itt alpolgármester úr elmondta azokat a számokat, az iskolák, az óvodák, stb. A felújításoknak az ütemtervét. Mi az, amit önök úgy találnak, hogy mégsem annyira lendületes, mi az, ami hiányzik ebből? Hát például a csarnoknál visszatérve a mi álláspontunk az, hogy faluban szükséges a csarnok felújítása, de ez lehetne egy egészen más konstrukcióban is. Érdemes lenne átsétálni a 7. kerületben, ott található a Klauzáltéri csarnok. Ott ugye egy kiskereskedelmi élelmiszerlánc is bekerült az ottani csarnoknak tehát az ottani csarnokba, és mondjuk ez a vasárnapi boltbezárás áldásos vagy áldatlan állapotát enyhíti a kerületben. Itt nem tudom, hogy pontosan milyen konstrukcióban, én úgy tudom, hogy ez a kiskereskedelmi lánc is részt vett a finanszírozásban, így nem mindent adóforintból kellett elvégezni. Itt lehetne akár egy ilyen konstrukció is, hiszen akkor vasárnap is érdemes lenne nyitva lenni a csarnoknak. A vasárnap most nincsen nyitva egyébként most a csarnok? Nincsen nyitva a csarnok. Nincs is értelme. Piac pedig piac lehetne nyitva? A 2015-ös döntés, decemberi döntés kapcsán előzetesen megkérdeztük a piacon árusítást végző vállalkozókat. Azt hiszem 29 darab visszajelzést kaptunk a vállalkozóktól, írásbeli visszajelzést kaptunk. Itt 28-an nem támogatták a vasárnapi nyitvatartást, és egy támogató aláírás, illetve egy támogató aláíró ív érkezett vissza. Ebből számunkra az következik, hogy bizonyára megvan az oka annak, hogy a vállalkozók miért nem szeretnék vasárnap nyitva tartani a csarnokot. Ez egy a fontos csarnokot. Kérdés egyébként. Tehát úgy gondolom, hogy a 28-1 az elég reprezentatív a csarnokotban árusító vállalkozókat tekintve. Nem szerették volna, így aztán ez a kérdés nem is került napirendre. Egyébként még visszatérve itt a vasárnapi nyitvatartásra, mert ugye ez egy sarkalatos kérdés, ugye egy országos döntésnek vagyunk az alanyai, de itt gyakorlatilag csak, hogyha itt a Szondi utcába végigmegyünk, itt legalább 10 kis üzlet nyitva van. Tehát azt nem lehet elmondani, vagy nem lehet mondani, hogy igen, a nagy áruházláncok, amik kényelmet szolgálnak olyan szempontból, hogy el lehet menni shoppingolni vasárnap, és teretés helyet kapunk közös családi programokra is egyébként nagyon sok esetben, ez elmarad. De egyébként tehát az élelmiszer szempontjából szerintem itt a lakók, a kiskereskedők által hozzájutnak ahhoz a termékhez, amire mondjuk a piac kapcsán hiányozna. Nem tudom, hogy érzékelhet, hogy miről beszéltünk, vagy beszéltem. Érdemes, én csak tényleg azt tudom javasolni, érdemes elsétálni a Klauzáltérre, és ha az ember ott körbenéz, elég jól látszik, hogy vasárnap, ráadásul plusz programokkal is régiségvására hasonló rendezvények összehet ezt kötni, és ugyanúgy egy ilyen élő dolog alakulott ki, tehát egy élő piac. A mostani formájában azt, ugye az előbb említettem, nincs sok értelme, én azt gondolom, hogy tényleg így csak piacként nincs túl sok értelme kinyitni vasárnap, ezt nem is támogatják érthető módon az árusok, viszont ha már egy kiskereskedelmi lánc ezt föl tudná vállalni, és be tudna szállni a költségekbe, az már egy komolyabb előrelépés lenne, hiszen nem csak Terézváros állampolgárainak, vagy hát a terézvárosi adókból fizetnénk ki ezeket a felújítási munkálatokat, hanem lenne külső segítség, külső forrás is. Ettől függetlenül én nagyon fontosnak tartom a piac felújítását, hiszen az utolsó vásárcsarnok Budapesten, ami nem lett felújítva, és mindenképpen ez... Én 88 óta vagyok itt, fontos. Azóta nem volt olyan képviselőtestület, nem volt olyan párt, nem volt senki, aki ne tűzte volna zászlajára a Hunyadi téri csarnokot, hát előbb-utóbb csak dűlőre jutunk vele. Még annyit azért hagyj tegyek ehhez a Klauzáltéri dologhoz hozzá, Klauzáltéri csarnokhoz hozzá, mivel Erzsébetvárosról van szó, és csak a, nyilván képviselő csak a példakedvéért hozta most ezt itt a terézvárosi műsorba. De azért egy-két apróságról, ha már itt tartunk, és talán a műsorő megengedi, hadd hívjam fel a figyelmet.
A klauzáltéri csarnoknak a főbérlője az egy külföldi áruházlánc valóban, ahogy képviselő úr mondja, de nem most kezdték ezt el, hanem már nagyon régen. És egyébként a klauzáltéri csarnok alapterületének a 70-80%-át egyébként elfoglalják, minden más marad az őstermelői vonalnak. További óriási különbség a klauzáltéri csarnok és a hunyadi-téri csarnok között, hogy a hunyadi-téri csarnoknak van két fejépülete. Egyébként ez egyedülálló, a többieknek nincsen, tehát nem csak a klauzáltérnek nincsen, hanem a Hódlócainak sincsen, meg mondjuk nincs a Nagyvásárcsarnoknak sincs fejépülete. Itt viszont van, ez nyilvánvaló lehetőséget is ad egyrészt, másrészt meg elképesztő módon növeli a költségeket, és a piaci ügyféltérhez az égvilágon semmi köze, felújítási szempontból legalábbis. Ez az egyik nagy különbség. A másik nagy különbség, a klauzáltéri csarnok, meg az egyik oldala a klauzáltére nyílik, vagy az egyik homlokzata, ami nem is az igazi homlokzata, hiszen a csarnok az csak 15 méterre beljebb kezdődik, tehát az egy külső homlokzat. A másik oldalon pedig ugye egy utcára nyíló homlokzata van, ezzel szemben a hunyadi-téri csarnoknak három darab homlokzata van, hiszen a Szófia utca, az Ötvös utca és a Csengeri utca határolja. Tehát nagyon nem mindegy, hogy műemléki vonalon három oldalt kell felújítani egy ilyen épületnél, plusz a fejépületekhez tartozó homlokzatrészt, vagy csak magát a csarnokot, és a benti nagybérlővel, egyébként ezt a szakirodalom, ha jól tudom, mágnesbérlőnek hívja, aki bevonza a többi kiskereskedőt és bevonza a vásárlókat is, akik egyébként a adott áruházlánc termékeire kíváncsiak, és egyébként még vásárolgatnak az őstermelőtől is. Mi, nekünk nem volt ilyen ötletünk, és most sincs ilyen koncepciónk, hogy a vásárcsarnok területének 50-60-70%-át egyetlen bérlőnek adjuk oda. Mi szeretnénk a piaci funkciót abban a rendszerben, hogy ebben a formában, vagy nem, az egy más kérdés, de ugyanabban a rendszer, mint hogy most működik, megtartani. Tehát a klauzáltéri csarnok az bizonyos szempontból lehet csak példa. Én szerintem felújítási szempontból, és lehet, hogy talán ebbe egyetértünk, teljesen más kategória, és akkor még a költségekről és a költségkülönbségekről nem is beszéltünk. Egyébként, ha már itt tartunk, ugye, ahogy említette alpolgármester úr, ugye, hogy három homlokzati része van a mi csarnokunknak. A többiekkel szemben, tényleg a Hold utcait is, hogyha nézem meg a klauzáltérét is, egy nagy bejárattal rendelkezik, és egy homlokzaton kell. Hát maximum két homlokzatuk van, igen. De ugye, ha már a homlokzatoknál tartunk, akkor a másik, amit mondott képviselő úr, hogy a homlokzatok felújítására, a lépcsőházak felújítására több pénzt szán a képviselőtestület, illetve az önkormányzat, mint a műszaki fejlesztéseknek a támogatására. Miből adódik ez? Szeretjük a szépet látni magunk körül, a küncsére adunk jobban, a házaknak a belső, vagy az életveszélyességre, mert azért az is nagyon fontos, hogy a lépcsőházaknál sok esetben ugye életveszélyesek a lépcsőházak. Lehet, hogy nem olyan esztétikus, de azért arra is oda kell figyelni, vagy a gépészetre. Most akkor átértünk, gondolom, a társasházak. Igen, ez volt a kis átvezetőm a társasházakról, homlokzatokról, igen. Igen, hát ugye a társasházak támogatása esetében azért azt szögezzük le, hogy egyrészt a gépészetnek a támogatása, a gépészeti felújítások, itt ugye vízvezetékrendszerek, gázvezetékrendszerek, elektromos vezetékrendszereknek a felújításáról van szó elsősorban, még néhány kisebb elemet még tudnék hozzámondani. Ezeknek a felújítása, ez nyilván prioritás. Na de mikortól kezdve prioritást? Ez 2014-ben volt először prioritás, előtte egyáltalán nem volt erre vonatkozóan semmilyen támogatás, még 30%-os támogatás sem volt. Tehát ezt a 2015 márciusában megszületett új társasházi pályázati rendelet. Ez kerületi, igen. Tehát ez a rendelet emelte be egyáltalán, és hogy még néhány számmal bombázom a kedves nézőket, azért azt ugye 118 társasház volt a pályázatnak a nyertese a legutóbbi pályázati kiírásban, tehát 2015-ben az ősz és a tavaszi kiírást összesítve, és ebből 69 társasház, felismervén a gépészetben rejlő lehetőségeket, meg a logikát egyébként, a józan paraszti logikát, 69 társasház a gépészeti berendezéseknek a felújítására nyújtott be pályázatot, és a korábbi 72%-os, vagy a még korábbi 50-51%-os nyerési arány helyett 90%-os arányban nyertek is a társasházak. Tehát a 10 benyújtott pályázatból 9-et az önkormányzat a 2015. évben támogatott. És hogy egy friss hírt tudjak még mondani, néhány órával ezelőtt, de tényleg szó szerint néhány órával ezelőtt volt egy közös képviselői fórum az Ötvös 10-ben, ahol nem számoltam meg, de kb. 500 közös képviselő előtt sikerült egy fórumot tartani, ahol elmondtuk az új elemeket is. Egyébként gépészeti elemeket is tartalmaz, elég ha csak a
a kapu telefonrendszerek kiépítésére és felújítására gondolunk, és egyébként a kapualjakra, a lépcsőházakra és magukra bejárati kapuk felújítására is van most már forrás, és egyébként, hogy az ellenzékkel együttműködésünket mi sem bizonyítja jobban. Pontosan egy ilyen elem volt egy bizottság ülésen a liftek felújításának a kérdése, illetve a liftek kiépítésének a kérdése, amiben akceptáltuk az ellenzéknek azt a kérését, hogy a százalékos összeget emeljük meg, és gyakorlatilag a bizottság, miután én, mint előterjesztő befogadtam a javaslatot, a bizottság egyhangulag szavazta meg a liftek esetében ennek a százaléknak az emelését. És ugye arról is szó volt, hogy ezek a százalékok egyébként nem kőbevésetten vannak ilyen mértékben beállítva. Ugye egyetlen egy évet tudtunk még letekintetben, most 2016-ban a második, már a gépészeti rendszerekkel közös pályázati anyagot tudjuk majd most lefuttatni, vagy pályázati eljárást tudjuk lefolytatni. Itt is megnézzük az igényléseket, megnézzük azt, hogy melyik lesz az, ami igazából népszerű, melyik, ami valódi segítséget jelent a társasházaknak. És akkor ennek megfelelően majd 2017, mondjuk februárban, márciusában újra gomboljuk a kabátot, és meglátjuk azt, hogy hol tudunk igazából még nagyobb segítség lenni a társasházaknak. Egyébként így a társasházak gépészeti felújítása, vagy tehát nem homlokzatot érintő felújítása kapcsán volt valami igényfelmérés, vagy egyáltalán nem is igényfelmérés, hanem felmérés, hogy milyen állapotban vannak a társasházak, vagy ezt a vagyonkezelő állandóan nézi, figyeli és tudja azt, hogy mire lenne igény, vagy mi lenne szükséges? Hát a vagyonkezelő olyan értelemben, ha nem is úgy fejlődik, hogy nézi, de a vagyonkezelő ugye számos társasházban, mint az önkormányzat képviseletében eljáró szervezet, ugye a közös a társasági közgyűléseken részt vesz. Ugye mindegyik társasházban van éppenséggel, van amelyikben néhány amaló 100%, most önkormányzati tulajdon van, és egészen nulláig megy ez le. Általában 6-8-10%-os tulajdonrészekkel rendelkezünk, vagy még annyival sem a társasházak többségében, de a vagyonkezelő, mint az önkormányzat képviselője jelen van ezeken a közgyűléseken, számos olyan dolog elhangzik, amit ott nyilván a kollégák lejegyeznek, ezt mi megpróbáljuk értékelni, illetve hát ugye a tulajdonosi főosztályunknak a munkatársai egyébként pontosan a pályázatok kapcsán, hiszen egy társasházi kapcsolat nem csak a megnyerésig szól, hanem utána 3 vagy 5 évig még fizetik a társasházak a kölcsöntörlesztéseket, tehát elég aktív a kapcsolat a közös képviselőkkel, és számtalan olyan konzultáció volt, ahol az igényeket föl tudtuk mérni. Hát tulajdonképpen ennek a következménye az, hogy a gépészeti elemek mint pályázható munkák beemelésre kerültek a 2015-ös kiírásba. Egyébként itt az önkormányzatnak van-e valami olyan kapcsolata, akár bankokkal, akár más hitelintézettel, hogy az önrészt a társasházak meg tudják maguknak finanszíroztatni? Hát nekünk közvetlen kapcsolatunk, ahogy említettem, csak abban néhány százalékban van, amennyiben a társaságban tulajdonosok vagyunk. Ellenben a társasházak jelentős része egyébként saját megtakarítással, ha más nem, akkor a lakástakarékpénztár formájában egyébként rendelkezik. És mi azt a pályázat folyamán önerőként, azt az ígérvényt, amiből ebből származó forrásra ígérvényt tesz a pénzintézet, azt mi egyébként önerőként elfogadjuk. Tehát ezt mi úgy veszük, hogy önerő rendelkezésre áll, és ennek megfelelően adjuk meg a szükséges támogatást a pályázati döntéskor. Visszadom a szót Nyíri úrnak, mert volt még, önbefolytottam a szót, és nem tudta befejezni a gondolatát, mert a társasház témánál megállítottam. Még maradhatunk itt egy gondolat erejéig, igen, hogy nem, én úgy emlékszem, talán a testületülésen elhangzott, hogy nem vették fel az egész összeget így se a társasházak, úgyhogy ennek valószínűleg ez az oka, hogy az önerőt nem tudják biztosítani. Itt lehet, hogy kéne valamit finomítani ezen a dolgon, mert hogy, de hát nézzük meg az új rendeletet, és akkor az alapján ki fog derülni, hogy mennyire intenzíven fordulnak a pályázati formához, de ehhez a pályázati formához. Én azt javasolnám, hogy ezt jövőre nézzük át, hogy esetleg tudunk-e olyan visszaremtérítendő elemeket bevonni, ami segíteni ezt azt, hogy minél több társasház forduljon pályázati lehetőségekhez. Szerintem ez jövőre már mindenképpen fontos lenne. Mivel folytatta volna, hogyha nem folytatta hát volna? Hát ugye itt az első gondolathoz, hogy nagyobb
ívben képzeljük el. Valóban tényleg itt egy elég komoly összeg kerül itt elköltésre, fejlesztések által, viszont például a közterületi fejlesztések, tehát vagy a közúthálózatnak a fejlesztése igazából még szóba sem került, illetve hát a képviselőtestületi ülésen szóba is került itt a zöldítés, amiben egy ilyen elvi, vagyis hát egy jól fogalmazva egy ilyen szándéknyilatkozatot fogadtunk el, hogy most megvizsgáljuk egy utcára tekintve, hogy tudjuk zöldebbé tenni Terézváros utcáit. Itt ugye nagyon sok kifogás elhangzott, hogy a közművek, az utca szélessége, stb. Korlátozza ezeket. Itt továbbra is a 7. kerületet javasolnám, hogy érdemes oda átsétálni. Ott mondjuk például a Rózsa utca 7. kerületi oldalán nagyon szépen látszik az, hogy ez tud működni. Igaz, nem fasor települt, de zöld szigetek települtek, az út burkolat megújult, és egy nagyon jó aurát adott az egész utcának. Itt Terézvárosban igazából az ember sétál az utcákon, azért ezt nem tapasztalja. Persze megújult a Nyugati tér, megújult a Zeneakadémia előtti tér, de ez nem egy olyan átfogó koncepció. Persze ez most nem került szóba a képviselőtestület ülésen, hogy mondjuk útborkolat cseréket vegyünk bele a költségvetésbe, de szerintem megragadom itt az alkalmat a műsor által, hogy ezt jelezzem a fideszes városvezetés felé, hogy jó volna ezzel foglalkozni, mert külső Terézváros nagyon kopár ebben a dologban, tehát hogyha ezt úgy vesszük, hogy ez szükséges. Belső Terézvárosban meg már az útburkolatok szerintem az én magam felkészültségével egyszerűen már veszélyesek is néhol. Töredezettek, kátyús a járda is, úgyhogy, és ezek már nekem nem biztos, hogy foldozni kéne, hanem koncepciószerűen elindulni és úgy haladva felújítani, tekintve, hogy egyébként magát, tehát az ingatlan boom által most már elég sok fejlesztés be fog indulni, remélem a Király 40-ben is, volt balettintézet is most már beindul, illetve hát egyre több palota szépül, újul meg. Itt ezeket a környező utcákat is érdemes volna a górcső alá venni, és elkezdeni valamilyen ütemterv szerint felújítani és zöldíteni. A zöldítés előtt mielőtt válaszolna, csak egy gondolat, hogy említettük itt az előbb ugye a 7. kerületet jó példaként. Én nekem mindig, amikor az Akácfa utcába végig sétálok, ahol nem, hogy Akácfa, de egyetlen egy fa nincsen, akkor, akkor azt gondolom, hogy azért ott is van mit még javítani. Nyilván van mit javítani, és szerintem ebben nincs olyan tag a képviselőtestületben, aki például a zöldesítés kérdésében egyébként ne értene egyet ezzel a koncepcióval, egyébként pontosan ellenzéki felvetésre gyakorlatilag kezdtük el ezt a közös gondolkodást. A gondolkodás eddig is megvolt, most egy közös gondolkodás, egy magasabb szintre lépett a történet, és valóban el kell kezdenünk néhány utcával fölmenni, de azért az, hogy közművek vannak, az, hogy az utcák szélessége adott, ez egy körülmény, tehát ez nem kifogás, ezzel muszáj együtt élni, és egyébként pedig csak úgy lehet egy ilyen felújítást megkezdeni, hogyha az összes közműszolgáltatóval előzetesen egyeztetünk, és majd lenyilatkoztatjuk őket, és teszem azt, 10 évig nem bontjátok fel az általunk lerakott utat, mondjuk vezetékfelújítás miatt. És hogyha ebben meg tudunk állapodni velük is, akkor nincsen ilyen jellegű probléma. Egyébként pedig, még egy dolgot hadd mondjak el, a költségvetésben szerepel ilyen tétel, mégpedig a vagyonkezelő költségvetésében szerepel ilyen tétel, hiszen a 2016. évben is ez egy 85 millió forintos útfelújítási alapot képeztünk. Tehát ilyen jellegű kiadási sorunk létezik. Ez az egyik dolog. A másik pedig a városüzemeltetési osztály költségvetésében viszont szerepel olyan tervezési tétel, amely a Macskaköves utcák útburkolatának a cseréjét szolgálja. Na most bizonyos szempontból én is szeretnék gyorsabban lépni, meg nagyobbakat is lépni, és akkor még gyorsabban haladni. Ellenben egy egészen tisztában vagyok azzal, most már legalábbis, mert föl lettem világosítva, hogy egy ilyen, teszem azt egy ötves utca végi macskaköves útburkolat cserének az előkészítési szakasza,
ez adott esetben az egész 2016-os évünket el fogja venni. Magyarul most... Költségvetésileg? Nem költségvetésileg, hanem időben. Tehát mi betervezzük a tervezésre szóló költségeket, illetve forrásokat, ez egyébként meg is történt. És, de mire ebből végrehajtható terv lesz, lehet, hogy az év végén leszünk, és a jövő évi költségvetés terhé lehet majd az effektív munkát elvégezni. Ez csak egyetlen egy példa volt. A kerület megújulására meg egy dolgot hadd mondjak csak a képviselő úrnak, bizonyára nem ismerte az akkori történetet, de hogyha hallotta például a Király 40-nek a sajtótájékoztatóját, vagy az abból származó MTI hírt, vagy valamilyen hírforrást, akkor ott a cég vezetője 1,6-1,7 milliárd forintra tette csak a telek értékét. Én javasolnám megnézni, hogy 2006-ban az épület eladása az milyen körülmények között történt, és mennyiért. És akkor rögtön kiderül azt, hogy ez kinek volt igazából jó üzlet, vagy éppenséggel rossz. Annak viszont nyilván örülünk, hogy például a Király 40, vagy az összes több olyan épület, aminek már rég el kellett volna készülnie, de csak egy telket látunk a tovább is a helyén, az előbb-utóbb fölépül, megújul, ezáltal is hozzájárul egyébként a kerület összképének a megújításához. Utolsó perchez érkeztünk, nagyon elszaladt az időnk, úgyhogy mindenkinek egy gondolatnyi hozzászólása van még a költségvetéshez. A költségvetéshez kapcsolódóan még azért azt el szeretném mondani, hogy nagyon sajnálom azt, hogy a Terézváros újságban a gondolataink nem tudtak szerepelni, a két kisebb ellenzéki pártnak a véleményét elolvashattuk, a miénk az nem fér bele. Ott... Azért van itt. Igen, és nagyon örülök, hogy a hatos csatorna teret ad a mi véleményünknek az elmondásához. Remélem, a jövőben ez meg fog változni, hiszen azért a mi pártszövetségünkre, terézvárosiaknak a közel 34%-a adta le a voksát, úgyhogy bízom benne, hogy ez komolyabban veszi majd a kerületi vezetés, hogy ez jobban átjöjjön. Köszönöm. Hát mi a terézvárosi polgároknak az akaratát mindig is komolyan vettük, ezután is komolyan fogjuk venni. A költségvetéssel kapcsolatban csak annyit, amit én a testületülésen is elmondtam, hogy hitünk szerint és meggyőződésünk szerint ez egy jó költségvetés, ez egy végrehajtható költségvetés. Ebből a költségvetésből Terézváros egészében, összességében profitálhat, és még azt is hozzátettem, hogy a zárszámadás előtt vagyunk még, és majd a zárszámadás kapcsán fog az igazi pontos összegek majd kijönni, az lesz majd az igazi. Megsúgom, hogy jobb lesz még ennél is. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőinknek ajánlom, hogyha még a sarkalatos számokra is kíváncsiak, akkor vegyék a kezükbe a Terézváros újságot. Nagyon sok érdekes információval gyarapodhatnak. Az uraknak nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek a beszélgetésen, a vitában. A kedves nézőket pedig hagyj hívjam meg március 15-i ünnepségünkre, amely március 11-én pénteken 11 órakor lesz, szokás szerint a Jókai szobornál, a Terézvárosi Önkormányzat, az Ötvös Tíz Kulturális Egyesület, illetve a Kulturális Központunk és a város vezetése. Mindenkit nagy-nagy szeretettel vár, koszorukat lehet elhelyezni, ünnepeljünk együtt, egy szép műsor lesz, és azt hiszem, hogy egy felemelő élmény, hogyha együtt lehetünk ezen az ünnepen. Még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszöntöm mindazon kedves nézőinket, akik most kapcsolódnak adásunkba, önök a Terézvárosi magazint látják, azon belül is az önkormányzati perceket. Műsorunk második részében, tehát ebben a részben Rakó József, a Vörösmarty iskola, általános iskola vezetője, igazgatója lesz a vendégem, folytatva azt a sorozatot, amelyet a beiratkozások kapcsán egy pár héttel ezelőtt elkezdtünk. Szeretettel üdvözlöm, igazgató úr. Nos, a Vörösmarty is várja a következő tanévben az első osztályosokat. Hány osztályra számítanak? Jó napot kívánok! Mi 2 osztályra számítunk, hát aztán, hogy az élet egyet hoz, kettőt hoz, most még nem tudom. Tehát az iskola befogadó képessége és felkészültsége az jelen pillanatban 2 osztályi tanulót megengedhet magának. Hát a felkészültsége sokkal többet megengedne magának, de 2 osztály befogadására teljesen rendben volnánk. Kisfelmenő vagy nagyfelmenő rendszerbe tanítanak az iskolában? Nagyfelmenőben. Tehát elsőtől negyedikig. És mert hiszen a szülőket most igazán az alsó tagozat érdekli. Így van, most csak az alsósokról beszélgetünk. Majd, ha oda kerülnek, onnantól érdekli őket a felső tagozat, pedig az egész iskolát kéne együtt érni, de nem baj. Tehát nem csak, hogy kisfelmenő rendszerben, vagy nagyfelmenő rendszerben, hanem nálunk nincsen napközi, hanem az egész napos iskolában
kettő tanító dolgozik egy osztályjal, és ők naponta egyik nap délelőtt, másik nap délután vannak, egymást váltják, és így naponta a saját tárgyaikat tanítják, hol délelőtt, hol kora délután. Akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Vörös Marti az az általános iskola, ahol klasszikusan megvalósult most az a kormány célkitűzés, amely az egész napos iskola státuszát, ahogy megálmodták. Hogyan válik ez be? Mert nagyon sok iskolában most is különböző alternatív megoldások vannak. Ezzel szemben a Vörös Marti ezek szerint klasszikusan a kitűzött célt valósítja meg. Hogy működik ez? Hát amikor megtörtént ennek a bevezetése az általános iskolákba, akkor megkérdeztek engem, hogy mit jelent, milyen változást jelent most számunkra az egész napos iskola, és mondtam, hogy semmit az égvilágon, megnyitjuk a tanévet, és ugyanúgy dolgozunk, mint eddig, hiszen az iskola alsó tagozatban eleve eddig is egész nap volt, reggel. Iskola otthonos volt? Úgy hívták, igen, hogy iskola igen. Otthon. Reggel 8-tól délután 4-ig lett széthúzva a feladatuk. Most is ugyanez történik az egész napos iskolában, viszont a felsős tanulóink is addig is szívesen voltak az iskolában, mert hát lássuk be, hogy még az érdekesebb programokat leginkább mi tudtuk nekik nyújtani, tehát nekünk ez semmilyen változást nem okozott. Olyan szempontból a tantervben van-e változás alsó tagozatban, hogy az iskola otthonos rendszerben ugye délelőttös, délutános tanítónénik nem ilyen konkrétan váltották egymást, hanem átfedések voltak. Ki tanulja meg vele a leckét, ki nem, tehát nem nagyon látom én ezt át. Amikor itt szét van húzva a tanítási idő, akkor közte rengeteg szabad idő is van. Ugyan ők a tanítónénik vesznek részt a szabad foglalkozásokon is, ők rendezik a gyerekeket az ebédelésnél, ők vannak részt az egyéni foglalkozásaikon, ők biztosítják számukra ezeket az üres járatokat is, velük mennek el akár a ligetbe, hát attól függ, milyen idő van. Tehát ők járkálnak velük, ők sétálnak velük napközben, és ők készítik fel őket a másnapra, hiszen ugye azért délután 4-kor nem lehet azt mondani, hogy menjél haza a gyerek, most itt volt egész nap. Vitt haza az összes táskádat a több kilójával, és szépen ülj neki és tanuljál. Meg tudják tanulni benne az iskolában a leckéket? Persze, hogy meg tudják tanulni. Tehát az alsóban ez nem érend gond? Nem. Ki is kérdezik a tanítónénik? Hát együtt fogják őket, együtt, fogják együtt készülnek fel ezzel. Így van. Azt mondtuk, hogy ugye az alsó tagozatról beszélünk, hiszen áprilisban lesznek a beiratkozások, és a körzetes iskolán vagy a körzeten kívül is jöhetnek gyerekek a Vörös Martiba is, azért mutatjuk be most ugye az iskolákat, hogy a szülőknek legyen választási lehetőségük, és minden iskolának megvannak a maga specialitásai, lehet, hogy éppen az a specialitásai nem akar extrém dolgokat csinálni. Visszakérdezek, jó? Most igen, váltunk kis szerepet. Egyet. Szerkesztő asszony, mikor elsőbe ment a gyereke, milyen szempontja volt a beiratkozásnál? Mi érdekelte? Nehéz, hát igaz? Igen, nehéz. Na, azért volt nehéz, mert az én fiam már olvasott tökéletesen, de közben mégis gyerek volt, tehát azt is akartam, hogy gyerek maradjon, és jól zenélt, már akkor zongorázott, tehát olyan nehéz volt megtalálni azt, hogy a képességeinek megfelelő legyen olyan dolog, amiben nem unatkozik, de közben hagy maradjon gyerek. Tehát nagyon-nagyon sok mindent figyelembe kell venni akkor, amikor egy gyereket beiratunk. És én azt gondolom, hogy azt is megnéztük, hogy mihez van a gyereknek kedve, és hogy ne legyen túlterhelve. Nem véletlenül kérdeztem. Természetesen én elmondom, ami igaz is, hogy a Vörös Marti iskola valóban egy klasszikus befogadó iskola. Azt lehet mondani, hogyha egy szülő kicsit visszaemlékezik a saját gyerekkorára, akkor éppen ebben az iskolában találja meg azt a világot, ami az ő gyerekkorában volt, hiszen mi nyugodtan elmondhatjuk, hogy ebben az iskolában tényleg a társadalom minden színe ott van a palettáról. Ha egy gyerek itt elvégzi az általános iskolát, akkor nem lesz számára ismeretlen a világ, ami egyébként nem kis előny. Az most igen. Lehet, hogy, igen. Hogy úgy gondoljuk, hogy hű, hát mi szükség, de hogy nem nagy szükség. Tehát úgy ért, hogy nem egy ilyen üvegdobozban vannak nevelve a gyerekek? Nem, a gyereknek az a legjobb. Én ezt pontosan látom, most már elég idős vagyok ahhoz, hogy egy kicsit ezt határozottan is mondhassam. Pontosan látom, hogy ha egy gyerek kisgyerekként tanulja meg, és szokja meg, és látja a másik gyereknek is a felnőtté válását, akkor egy csomó dolog számára teljesen magyarázható, és teljesen természetes lesz.
a toleranciát is tökéletes módon tudják elsajátítani, hiszen ugye egy igazi befogadó iskolában vannak kevésbé jó anyagi háttérrel bíró gyerekek, vannak kevésbé mindenben gyorsan haladó gyerekek, hiszen nálunk nagyon sok a sajátos nevelési igényű gyerek, amit ha valaki csak úgy most hirtelen nézi a tévét, azt mondja, hogy hűha, mi ez az, hogy esen is gyerek. Nem, hát valamilyen dologban részképesség zavara van, amit mi szakemberekkel segítjük és fejlesztjük, és eredményesek is vagyunk, de egy másik gyerek ezt látja, érzékeli, sőt, segíti is azt a másik gyereket. Nem fog felnőttként rácsodálkozni a világ sokszínűségére. Tehát, ha valamit előnynek kell mondani, akkor ezt rögtön előnynek mondom. Persze, én is most úgymond dicsekedek, felsorolok, hogy mi van a Vörösmarty iskolában. Mert rengeteg jó program. Nagyon sok minden van, így igaz. Egy dolog mindenképpen van, hogy tanítunk minden egyes nap, és készítjük fel a gyerekeket a középiskolára, vagy a szakképzésre, teljesen mindegy. Tehát elvégezzük velük azokat a munkákat, amiket 8 év alatt egy általános iskolának dolga elvégez, ez a legfontosabb. Bármi más is van, az mind csak ezt segítheti. De természetesen sok minden van, ami ezt segíti. Például elég régen van nálunk egy program, aminek az a neve, hogy Műze program. Furcsa neve van, egy Yehudi Menuhin nevezető világhírű hegedűművész találta ki ezt a programot, mert ő kigondolta, hogy a művészetekkel nagyon-nagyon sok mindent meg lehet a gyerekeknek tanítani a művészetek segítségével. Ezért nálunk évek óta minden alsós gyerekhez minden hónapban belátogat egy táncművész, képzőművész, zeneművész, mozgásművész, és órákat ők tartanak nekik. De jó. És mire elér a tanév vége, hát én magam is hátra hőkölök, mikor ők bemutatják, olyan pantomim előadásokat csinálnak, amit ők együtt csinálnak meg, tehát egy csapatnak együtt kell dolgozni, és ez kiválóan működik. Nagyon sokat segít a gyerekeknek. Körülbelül most már egy 5 éve mondhatom, hogy egy országos hírű módszertani munkát végzünk, ez az úgynevezett KIPES programot, Helyő Keresztúri Modellnek hívják, hiszen most a tanévnyitó ünnepség is az országos Helyő Keresztúron volt, nem véletlenül, ez pedig ebben a pillanatban talán a legsikeresebb módszertani program az iskolákban. Budapesten csak mi műveljük, ebben a pillanatban az országban 11 iskola dolgozik ezzel. Nem véletlenül vagyunk mi, hiszen a mi tanulóinknak ez nagy segítség, és nekünk is nagy segítség abban, hogy megtaláljuk a mi tanulóinkat. A harmadik programot, mivel az én munkatársaim... Bocsánat, a KIPES program az egész tantestületre jellemző, és az minden osztály KIPES program szerint tanul, vagy pedig vannak osztályok, akik e szerint a program nem, szerint... Nem, ez csak az egész iskolára lehet igaz. Ez mindenkire igaz. Nincs olyan, hogy én kiválasztom a jó tanulókat, és fényes eredményeket érek el velük, beültetem őket a kirakatba, a többi meg elgyötrődik hátul. Ez nem... Ez éppen arról azért erről a, igen, erről a KIPES programról csak 5 mondatba foglalja össze, hogy azok a szülők, akik, mert ugye szoktunk, vagy beszélgettünk igen. már erről, hiszen nem csak, hogy Budapestben az egyetlen iskola, hanem a mintaiskola is, és az országból pedagógusok járnak ide képezni magukat, ezen a szenzációs módszeren okulva, aztán lehet, hogy el tudják vinni a saját iskoláikba is. Sőt, már nekem van két munkatársam, aki... Az egyikük Orosházára, a másik Oroszlányba megy el, és ők a szakmai segítői a most ezt tanuló iskoláknak, tehát már mi ebben elég jó helyen állunk, de ettől még nem érdekes a program. A program attól érdekes, hogy ezt az egész iskolában minden egyes tanítási órán, nem minden egyes tantárgyból működtetni kell. Ezek nagyon érdekes, nagyon furcsa, úgymond csoportfoglalkozásos feladatok. Minden 5. órának ilyennek kell lenni mindegyik tantárgyból, és ilyenkor a pedagógusnak olyan feladatot kell adni a csoportmunkát, amiben szerepek vannak. Nem akarom ezt külön elmondani, akit érdekel, csak beírja a keresőbe, hogy KIPES meg fogja találni. Tehát én nem akarom külön elmondani. Az érdekes az, hogy itt minden gyereknek mindig változik a szerepe. Nincs olyan, ugye, hogy én vagyok a lassú, és majd a többit mindig előre engedem, és én egész életemben lassú maradok. Hanem ez forgásban mindenkinek elő is kell adni, kutatnia is kell, előkészítenie is,
és mindenkinek a többi gyerek felé a feladatairól be kell számolnia, és csak olyan feladatot kaphat egy gyerek, aminek több megoldása van. Ebben például most nagyon sok segítséget kaptunk, az egyik mobil cég 28 táblagépet adott nekünk, és hát ezeket mi visszük órákra, nem csak képes órákra, minden órákra, minden órára. Na most, ami érdekes a képes órákban, hogy ugyanúgy meg kell tartani egy testnevelés órán, hát ugye mi régi emberek, azért nagyon nehéz egy csoportfoglalkozás testnevelésben, de egy osztályfőnöki órán és egy erkölcstanórán is mindenütt ott kell lennie, még egy napközibe is kell. Tehát mindenütt végig kell járja az egész iskolát. Erre külön kell készülni a pedagógusnak. Elég hát körülbelül 5-ször annyit, mint egy normál órára. Igen. Nagyjából 5-ször annyit. Ez egy nehéz dió. Igen, és ami itt óralendünkben benne van, minden gyereknek minden héten egy táblajáték óra is. Nem nagy dolog, amíg valaki nem csinálta. Hiszen csak le kell ülnie, egy táblajátékot elővesznek, és egy partnerrel játszik, utána cserélgetnek. Csak annyit kell leírni, hogy kivel játszott, amit, és kitanított meg rá. De azért látott már ön egy téramőbát? Amőbát sokat játszottunk, igen, persze, hát igen, hoztuk igen, vele igen. Az időnket, toltuk vele, amikor tanulni igen. Kellett volna az iskolába. Na de mindez térben is. De jó. Hát én megriadtam. Egyből rájöttem, hogy én nem tudok amőbázni sem. De a gyerekek jobban átlátják, ezt gondolom. Más gondolkodással vannak már. Igen. Kezébe adjuk a táblagépet, én még ott kerestem egy fél óráig, hol kapcsoljon be, hát ő már rányult. Igen, hát neki ez nem igen, probléma. Hát igen. Ebben őnek föl. Persze, így van. Igen, igen. De az előbb kérdeztem valamit. Azt kérdeztem, hogy mik voltak a szempontjai, igaz? Igen. Azt a következő miatt, mert jó, én elmondtam, kép, műze, saját képes munkatársaim, program. Mappa programot dolgoztak ki, ami szám informatika és művészetnek a keveréke, hisz ez is őket segíti. Tehát mindent elmondhatok. Mondhatnám én azt is, hogy a fővárosi nagy cirkusz tart minden héten, mindent mondhatnék. De én mégis mindenkinek azt mondom, bárki, bárhová íratja be a gyerekét. Nem kell, hogy a Vörösmarty utcába. Lehet, hogy épp az nem jönnek össze. De én azt mondom, hogy amikor lesznek a nyílt órák, ugye nálunk lesznek április 5-én, 6-án, lesznek iskolai hívogató programok, ami én puskázok, március 22-én, április 4-én, 13-án, majd ott lesz a honlapom. Tehát bárki bárhová is elképzel, hogy a gyerekét beiratja. Fogja meg a gyerekét, menjen el abba az iskolába, csak kicsit nézelődjön. Ha fölveszi az iskola hangulatát, már jó. Ha nem veszi föl, egyáltalán már nem jó. Menjenek oda ahhoz a tanítóhoz, aki majd annak a gyereknek a tanítója lesz. Csak beszéljenek vele egy pár szót. És mindenki meg fogja érezni, hogy ez jó nekem, vagy nem jó. De jó. Ne azt nézze, hogy márványpadlón járkál, vagy szalmán. Az nem érdekes. Az a legkevés. Lehet márványpadlón 8 évig kínlódni, és lehet szalmán 8 évig boldognak is lenni. Tehát én ezt csak javasolom mindenkinek, és nyugodtan mondhatja bárki, hogy én most nem az iskoláért beszélek, de hát ugye az ember... Tanárként, nem az iskoláért, hanem beszél. A gyerekekért beszél. Hát most mindegy, hogy melyik iskolába. Igen. Én ezt csak javasolni tudom mindenkinek. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon bölcs dolgot mondott Rakó József, a Vörösmarty általános iskola vezetője, igazgatója, hiszen nagyon nagy gyakorlat van a háta mögött, és nagyon sokféle gyerek típussal találkozott már. Általában a szülők tisztában vannak a gyermekei képességével, mire első osztályba mennek, mert ugye ez a legnagyobb probléma, hogy annyira jót szeretnének a gyereknek, hogy sokszor ezzel rontják el. A szülőnek az a dolga, hogy elfogult legyen. Egy szülőnek a gyerekben az álma van benne, a vágya van benne, az elképzelései vannak benne, és a gyerekét már úgy is látja, ami az álma. De ez teljesen normális és természetes dolog. Ő elfogult. És a mi dolgunk az, hogy finoman, tapintatosan, majd az idő múlásával kicsit őt is a helyes útra tereljük a szülőt, mert az a gyereket is sokkal előbbre fogja vinni, mint hogyha két tűz között törlődne. Az előbb említett, hogy mikor lesznek a nyílt órák, igen. Illetve hogy mikor lesz iskola látogatás, iskola hívogató programok. Ezt majd megkérem igazgatóról, hogy ismételje el, és mellette azt is mondjuk el, hogy hány óra, milyen órákat lehet látni, hányra azt kell beérkezni? Azt nem fogom elmondani.
Ja, ezt nem tudom elmondani, hogy itt milyen órákat fogunk látni. De ez majd ott lesz a honlapon. De 9-re kell menni, 8 órára előzetesen kell regisztrálni, nem? Szerintem azért ezeket a gyerekeket úgy el is kell rendezni, hiszen azért aznap nem a szokásos napjuk van. Tehát ezt mi szépen 9-re biztos, hogy nem kezdjük el, mert ugye egy kisgyereknek eleve az iskolába belépni az még egy túl érdekes dolog. Ha mindezt korán csinálom, akkor közel sem biztos, hogy pont olyan érdeklődő lesz, mint és egyébként a gyerekekkel jöjjenek a szülők a nyílt órára? Vagy pedig hogyha tudnak, jöjjenek a gyerekekkel. Tehát... Ez is érdekes, mert volt, aki azt mondta, hogy a gyereket ne hozzák, csak nézzék meg a tanítónéni. Jó, a gyerek egy kicsit leköti a szülőt, tehát egy kicsit a figyelmét elforgatja. Viszont hogyha én azt úgy szervezem meg, hogy egyik-másik óra pont azzal a tanítóval van, akivel a következő évben majd elsősként találkozni fog, azért azt is meg tudom utána kérdezni, hogy hát figyeljet, ez a tanítónéni, ez neked hogy tetszett? Mit érzel? Jó-e neked, vagy sem? Tehát nehéz ezt eldönteni. De a szülő nagyon listázott megfigyelései vannak, akkor persze jöjjön egyedül, mert akkor meg tud felelni a saját elképzelésének, hogy mit nézzem meg. Szülői értekezlet előzetesen lesz-e, ahol esetleg föl lehet tenni még kérdéseket a szülőknek? Ez lesz szülői értekezlet, ez mindig júniusban van, de ezt is majd a honlapon ki fogjuk írni. Tehát akkor érdemes azért a Vörös Martinak a honlapjára rákattintani az információkért mindenképpen, és akkor még egyszer tehát. Jó. Mikor várjuk a puskázom, mert igen. Fejből ilyet nekem már nem kell tudni. Kövess az ember, mi jegyezzen meg ennyi minden, mikor van papír és tol. Tehát van egy iskolába hívogató programunk, ami március 22-én, az a tavaszi szünet előtti már két nappal lesz, április 4-én és április 13-án lesz, ez mindig fél öttől fél hatig, hát viszonylag még jó időben van, mert óvodából már ki, de még fél hattól még haza lehet érni a gyerekkel. Ez kifejezetten ezeknek a gyerekeknek szóló program, most ide valóban a gyerekkel érdemes jönni, mert ez egy kicsit szórakoztató, kicsit a gyerek figyelmét lekötő program. Nálunk ennek van hagyománya, hiszen mi nagyon sok szombati programot szerveztünk és szervezünk a szülőknek, gyerekeknek, nem csak a hozzánk majd jövőnek, hanem a saját iskolánkba járó szülőknek, gyerekeknek. Nem baj az, hogyha egy kicsit mégiscsak összecsiszolódnak. És van egy április 5-6, amikor nyílt napjaink lesznek, ezt majd kitesszük a honlapra, hogy pontosan melyik órák és hánykor, és ugye utána majd jön a beiratkozás. Arra pedig mindenki nagyon gondolja végig az egész történetet. Köszönjük szépen a tanácsokat és az információkat. Rakó Józsefet hallották, a Terézvárosi Vörös Marti Mihály általános iskola igazgatóját. Én is köszönöm a beszélgetést. Köszöntöm kedves nézőinket! Heti programajánlunk a Költészet Világnapja köré összpontosít, amelyet március 21-én ünneplünk. Így kiemelt témánk egy érdekes program lesz, ami műfajában is egészen újszerű. Egy olyan kortárs irodalmi estet mutatunk be, melyen Jordán Tamás és Berkes Bence vesznek részt, mint előadók, és egyben egy olyan irodalmi verseny fogalmával is megismerkedünk, amely bár egyre nagyobb teret hódít hazánkban, mégis keveset hallhatunk róla. Vendégem lesz a rendezvény szervezője, Bárdos Deák Ágnes. Mindezek előtt lássuk további programjainkat. Turándot premier előadás a Radnóti Színházban március 13-án. A kínai császár leányának jól ismert története az 1001 nap meséi című perzsa mesegyűjteményben jelent meg először. Carlo Gozzi 18. századi olasz drámaíró feldolgozásában a Commedia della Arte jellegzetes figurái is megjelennek ebben a groteszk hangvételű felnőtt mesében. Turándot története 17. századi gyűjteményes kötetben bukkantak fel először az 1001 nap meséi között, ennek szerzőjeként Szejd Mókles dervis tartják számon, aki hindu vígjátékokat fordított perzsára, amiket aztán mesékké alakított, és Mohamedről szóló legendákkal egészítette ki. Így állt össze a mesegyűjtemény is. Akárcsak az 1001 éjszaka meséinél, itt is keret történet fogja össze. Rendező Juronyis Tamás. A híres Trubadur operát mutatják be március 18-án az Operaházban. Tartja a mondás, hogy
Egy jó tragédiában mindenkinek igaza van. Verdi tovább megy. Előszeretettel halmozza a sűrű drámai helyzeteket, szeret olyan szinte megoldhatatlan szituációkat teremteni, amelyben a kínzó dilemmák között örlődnek hősei. A Trubadur ékes példája ennek politikai, szerelmi és bosszú dráma, vérbeli olasz romantikus mű, mely máig az egyik legnépszerűbb Verdi opera. Rendező Galgóczi Judit. A kulisszák mögött Kósa Dénes beszélgető estje a Magnetházban március 18-án. Az esemény vendége Nádas György, Erzsébet díjas színész-humorista. Két napos programsorozatot szervez a Lengyel Intézet a Magyar-Lengyel Barátság napja alkalmából március 18-án és 19-én. A magyar és lengyel történelem közös vonásai a két nép között kialakult szoros történelmi barátság tiszteletére 2007-ben a Magyar Országgyűlés március 23-át a Lengyel-Magyar Barátság napjává nyilvánította. A közös ünnep alkalmából két napos programsorozattal készül a Budapesti Lengyel Intézet is. Lesznek koncertek, tárlatvezetések, színházi bemutatók, beszélgetések, gyerekprogramok, filmvetítések, kvíz és még sok-sok más program. Ének karnyújtásnyira. Csordás Klára és Jüri Vinikur koncertje március 18-án a Zeneakadémián. Csordás Klára a Párizsban élő mezzoszoprán sokirányú tapasztalatait legfeljebb művészi nyitottsága és érdeklődése múlja fölül. Opera énekesi pályafutását Bécsben kezdte és Stockholmban folytatta. Fellépett egyebek mellett New Yorkban, Párizsban, Buenos Airesben és Frankfurtban is. Opera és dalénekesi repertoárján nem csupán egymástól több évszázadnyi távolságban keletkezett művek szerepelnek, de egyszer s mint egy sereg különböző nyelv is, hiszen Csordás Klára a magyar mellett angolul, németül, franciául, svédül, spanyolul és olaszul is kitűnően beszél. S ha ez még nem lenne elegendő, orosz, lengyel és norvég nyelven is énekel. Mindezek ismeretében nem meglepő a koncertprogram, amelyen például Monteverdi, Donizetti, The Benjamin Britten és George Gershwin vokális alkotásait is hallhatjuk. Itt ül már mellettem Bárdos Deák Ágnes, a Slam Poetry program szervezője. Köszöntelek itt nálunk a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit, sok szeretettel, téged is. Hát nagyon örülök, hogy eljöttem, mert végső soron a Gödör Klubba, ahol a Slam Poetry-jaink lesznek, három eseményről van szó, ez Terézvárosi lett. Ez egy fontos dolog, mert hogy előtte az Erzsébet téren volt. Jaj, de ne beszéljünk róla. Onnan költöztetek a Király utcába, ez a lényeg, tehát igen. A terézvárosi lakosoknak most ezzel kedvezünk, hogy helyi programot tudunk bemutatni. Igen. Ez nagyon fontos és jó dolog. Na most akkor térjünk rá magára a programra, ez egy összetett program, mert hogy az elején egy irodalmi est lesz, ami egy versenybe megy át. Majdnem. Az egyik, ugye itt a Jordán Tamás két estjéről beszélünk először. Uh-huh. Nálunk Jordán Tamásnak két előadása van, pódium előadása, az egyik a Szokrátész védőbeszéde, és a másik pedig, a József Attila Szabad Ötletek jegyzékéből színre vitt munkája. A Szokrátész védőbeszédét egy színész fiúval adja elő ki is. Berkes Bence. Így van, Berkes Bencével. És ezután az egy-egy esemény után, amik március 19-én és 26-án lesznek, a szlemmerek, a budapesti szlemmereknek az a része, amelyiknek ez tetszik, ez a téma, uh-huh. az ötlet, mert ugye ezt nyilvánosságra hozzuk Facebook oldalunkon, hogy van ez a lehetőség, hogy lehet jelentkezni, de viszünk beválogatott szlemmereket is. Tehát akiknek tetszik a téma, van akinek a Szokrátész védőbeszéde fog tetszeni, az egy nagyon fiatalos dolog. Ókori görög téma, ókori görög klasszikus emberideál, Szokrátész, aki először azt mondja, hogy lehet, hogy nem ő volt az első, de jegyezzük őt, Platón jegyzi őt, mert ő saját írásokat nem hagyott hátra, hogy máshogy gondolkodni, és a hivatalost, ami hazudik, nem elfogadni, egyszerű dolog, uh-huh. régi téma, de ma is aktuális, és a szlemmerek erről. Majd meglátjuk, hogy hogyan szlemmelik el a mai előadni. Hatalomnak azt, hogy a szlem nem egyszerűen előadás, hanem ugye agóra a szlem, műfaja agóra, azt is mondhatnám,
kilépsz a nyilvános térre, az az agóra, és akkor itt megint visszamegyünk a görög, ókori görög demokrácia idejébe, kilépsz a nyilvános térbe, és amit ott elmondasz, az nem ugyanaz, mint amit a kocsma asztalnál a haveroknak. Uh-huh. Tehát valahogy a közösséghez szólsz. Van egy kultúrája, van egy művészete, de egy kicsit olyan könnyedebb stílusú. Nagyon, lazább. Nagyon, nagyon lazább, mert sok ember előtt elmondod a véleményed, és azt vállalod, ennyire laza. Aki ennyire laza, mint egy slammer, az kiáll az agórába. De azért itt is vannak valami követelmények, nem? Rímelés, minőség, vagy... minőség. Nem feltétlenül, nem csak mondom, de figyelj, hanem... szabad vers is van a világon. A szlem előtt is volt, persze. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy nem a rím, hanem a költészet jelenjen azért meg. A nyelv az legyen olyan, hogy egy kicsit más szinten közölje. Ha azt mondom, hogy szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, ez mennyire szép, mondhatnám azt is, hogy le a hatalommal, ne vegyétek el a függet. De hogy vannak a költészetnek ilyen finom szavai, hogy szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. A slammer az egyébként a szíve szerint a költészethez húz, egy elemeltebb nyelven mondja el azt a világnak, amit a világról gondol, vagy magáról gondol, uh-huh. hogy mi történik vele a világban, hogy jól érzi-e magát, vagy nem, hogy Mari néni is, és Józsi bácsi is megértse. Uh-huh. Gondolom én. Én is szlemmelek. Milyen hosszú egy ilyen szlem? A szlemnek vannak szabályai, mert ez egy verseny valójában. 84-ben, Amerikában, 1984-ben egy építőipari munkás, aki kedvtelésből szlemmelni állt egy kocsmába a haverjaival, annak már megvan a neve. Onnan számítják, aha, a szlemet, és akkor volt az a híres film 1993-ban, azt hiszem az volt a cím, hogy szlem, az meg egy fiúról szól, aki Amerikában, egy fekete fiú a börtönbe, ahova dílerkedésért belekeveredett, ott van, oda került. Ott a fiúba a rabtartó szociális munkásnő észreveszi a költőt, és akkor azt mondja neki, hogy írjál verseket, és akkor megszervezi azt, hogy ember legyen újra, ez a fiú bűnbe keveredett, uh-huh. de ki fog jönni a börtönből, és van neki tehetsége, ez pont az, hogy ilyen slammer képességei van. Tulajdonképpen ez egy olyan képesség, amire születni kell. Hát olyan, mint a rapper, olyan, mint a költő. A szlemmelés nem lehet megtanulni, bár mi a Gödörben, amikor csináltunk nyáron egy Gödör kempinget Agárdon, akkor indítottunk a Simon Márton költővel és a színész Bobbal, egy nagyon híres szlemmel, több szlemversenyt is nyert, egy szlem kurzust, aha, tulajdonképpen, de nem azok jöttek oda, akik azt semmit sem tudták, nem tudtak, hanem valójában akik... igen, akik már elkezdték, igen, és igen, akarták igen. az ő nagyjaiktól tanulni. Uh-huh. Tehát, hogy a szlem az egy nagyon is, hogy aktív társadalmi műfaj, lehet könnyeden csinálni egyébként. Volt egy olyan téma például egyszer, hogy villámrandi. Én például szoktam indulni szlem versenyeken, és akkor könnyednek látszó téma, elkezdi az ember, a villámrandi, ne teket óriáz, Andi, Bandi, egyszer élünk, egyszer úgyis meg kell halni, nem olyan nehéz ezt kimatekozni. És akkor jön egy hosszú dolog arról, 3 perc lehet a szabályok szerint, uh-huh. amiben elmondom azt, hogy hát azért ez egy kicsit ciki, hogy ennyire így randevúzunk, vagy nem ciki, de tény, hogy a bosszöltöny az számít. Valami, ami a te saját véleményed. Igen, de megpróbálom úgy mondani, hogy vicces legyen, és nevetnek is az emberek, mikor előadom. Úgyhogy mondhatjuk, hogy könnyed is tud lenni, de annyira, amennyire egy nő tekintete, az könnyed. Hm. Igen, könnyed is tud lenni. És hogy lehet jelentkezni erre? A Facebook oldalunkon, ami ugye ez a Jordán Tamást, a beüti az ember, már elő is jön, uh-huh. ott megjelenik az, hogy az én e-mail címemre lehet jelentkezni, de nem nagyon sok ember jelentkezhet most. Az elsők, akik jönnek, majd meglátjuk, hogy alakul, mert beviszünk a Szépírók Társaságának első Slam Fesztiváljáról, ami szintén a Gödörben lesz, ezeket megelőzve, uh-huh. március 13-án, onnan beviszünk győzteseket majd, és ott már olyan szlemmerek is lesznek, mint a Pion, ki most a Saul fiába a fényképészt játszotta, ő egy világklasszis szlemmer például, uh-huh.
de hát most sorolhatnám a költőkig, vagy akár Müller Péterig, aki szintén a sziámi zenésze, aki szintén nagy szlem bajnok, szóval indulni szokott. És hát mondhatnám, csak nem tudom, hogy most érdemes-e, mert lehet, hogy ha először jön el valaki a nézők közül egy ilyen szlem dologra, és akkor ott majd megtudja, hogy mi az, és megismeri a sztárjait. Úgyhogy minden esetre például a József Attilás szlem eseményünkön az egyik zsűritagunk Erdős Virág lesz. A másik pedig a Galkó Balázs színész. Szóval azért nyilvánvaló, hogy van egy kiállásunk. És ha jól tudom, egy kicsit interaktív ez a zsűrizés, mert hogy a közönséget is belevonjátok. A közönséget mindig. A szlemnek eleve ugye egy kocsmákba kezdődött el egy kicsit, kávéházakba, Franciaországba, Párizsba, hatalmas kultusza van. Én is 2006 körül hallottam először, hogy egy bizonyos napon egy bizonyos iszonyú elegáns kávéház, mert voltam ott egyszer, mikor még nem tudtam, hogy ez van, tehát egy másik napon, és ott ülnek a polgárok is, meg mindenféle polgárok, tehát nem tudom, elegáns étterem az a lényeg. Ott ülnek azok a polgárok, akik írnak, olvasnak, érdekli őket a kultúra, benne élnek a kultúrában, és éppenséggel még ahhoz is van kedvük, hogy meghallgassanak másokat, ahogy elmondják a zsák sírákról a véleményüket, most csak úgy mondom, mert mindenkiről is akár, de arról is, hogy milyen a forgalom, vagy hogy milyen a szerelem egy muszlim, meg egy keresztény fiú és lány között, bármiről elmondják, és a polgárok ott adott esetben vagy tapssal, vagy esetleg kis táblácskákat felmutatva, mert olyan is van, hogy már játékba hozzák, szavaznak, és mindenki örül. Így van. Aha. Én voltam Berlinben egyszer Karafiátorsolyával egy 2005-ben szlem, nemzetközi szlemmen, ahol majdnem megnyertük, szinte úgy éreztük, mert imádták a magyarokat akkor nagyon. Nagyon, szóval szóvá is tették, hogy köszönjük szépen a falat. És akkor ott azon a fesztiválon tapsgép volt. Fantasztikus. Zsűri is volt, de ott a polgármester is ott volt. Berlin polgármestere. Elképesztő. És több 30-valahány országból a világ minden részéről jöttek a szlemmere. Hatalmas rendezvény lehetett. Igen, az egy egyéves rendezvény volt. Egyébként Bipolár volt a neve, egy kulturális nagy fesztivál volt a magyarok és a németek között, de ez egy nemzetközi szlem volt. De fantasztikus volt tényleg, és a tapsgép az meg olyan, hogy ott aztán a közönség bedobhatja magát. És mit fog nyerni az, aki visz mindent, aki először az első is a hírnevet, hogy a Szépírók Slam Fesztiváljának az első helyezését megnyerte. Igen, ez is fontosság említeni, hogy a Szépírók Társasága is részt vesz. Részt vesz mind a három szervező eseményben. Az elsőben, a Nagy Slam Fesztiválban a szervezők vagyunk, én is szépírótag vagyok, és a másik kettőben, a Jordán estekben, ott pedig mi is díjazzuk, a szépírók és az írók boltja közösen, mi is díjazzuk az ottani szlemmereket, plusz beviszünk az előző nyerteseink közül nagy neveket. Tehát először is lehet azt, hogy bekerültél oda, ahova vágytál, ha erre vágytál, a szlemmerek közösségébe. Ez egy komoly közösség. Uh-huh. Többször gyűlnek a különböző kávéházakban Budapesten, és szlem vetélkedőket rendeznek. Klassz dolog egyébként. Föltűnnek olyan tehetségek, akik még így költőként is megállják a helyüket, vagy egy beszélő emberként, akitől a fiatalok elfogadják azt, hogy ő mondja el, hogy mi a helyzet, mert ha én, öreg Bárdos Dák Ági, a valahai undergroundból most elkezdeném mondani, hogy mi a helyzet, akkor megint ez az öreg, régi underground arc, kikapcs. De jön egy fiatal ember majd ott, és sok jön, és elmondják a Szokratész védőbeszédének a reflexióit szlemben, hogy mi is az, amikor a hatalom el akarja venni a méltóságodat is, de azt már nem. Hát Szokratészt ugye halálra ítélték. Igen. Hát ez akkor a jelentkezőknek egy nagyon nagy lehetőség, a bemutatkozás, megmutatkozás Persze. terén. A nézőnek vagy a közönségnek pedig egy új élményt ad, hogy olyan dolgokról hall, ami nagyon mai, de mégis olyan,
Olyan más. Ugyanabban a világban élünk, igen. De azok más hangokat fog hallani, más nézőpontokból mondják el, más élményeket. És lehet, hogy egyszer csak azt mondják, hogy na hát, vannak közös valamieink. És aki az első része miatt is menne, tehát amikor a Jordán Tamás és a Berkes Bence fog előadni, akkor ott mi lesz, ott kiállnak? Elmondják Szokratész védőbeszéd? Vagy ez úgy volt, hogy a Szokratész védőbeszédét őt a Platón írta meg. Te tudjuk, hogy kapcsolódnak a szlemmerek? A Jordán Tamás és a Berkes Bence, mint művészek, mint előadók. Mi művészek, hát ők színházat csinálnak. Egyébként a Szokratész abból a korból jön, amikor a dráma, a színház, tehát hogy a görög színház... színházi vonalat viszik inkább bele? Effektív színház. Jordán Tamás ugye, mint színész, rendező, igen, jelenik meg, színre viszi József Attilának az egyik alkotását, és Platónnak az egyik alkotását, ők előadják ezt. Uh-huh. És utána jönnek a szlemmerek, és elmondják, hogy ha ők lennének Szokratész, ezt most hogy mondanák el, és hogy mit érezhetett József Attila akkor, amikor nem voltak szavai se arra szint, hogy elmondja a szenvedését, és egy nagy mű született belőle. Na így akkor már összeállt a kép, hogy hogyan kapcsolódnak a dolgok egymáshoz. Köszönöm szépen én akkor, is hogy köszönöm, itt voltál, hogy és sok sikert kívánok akkor ez az esthez is, a többi. Hát remélem jönnek a terézvárosiak. Hát most volt egy nagy beharangozó a jelentkezőknek is, a jelentkező kedvűeknek is, és a közönségnek is, nagyszerű, akik szívesen megnéznék. A nézőknek is megköszönöm a figyelmet, ha bármilyen észrevételük van, nyugodtan hívhatnak minket a 061-301-0956-os telefonszámon, írhatnak e-mailt is az info@hatoscsatorna.hu e-mail címre. Kellemes kikapcsolódást kívánok, viszontlátásra! Köszöntöm mindazon kedves nézőinket, akik most kapcsolódnak adásunkba, önök a Terézvárosi magazint látják. Műsorunk első részében nosztalgiázni fogunk bajzás diákokkal, akik 50. osztálytalálkozójákat tartották meg az elmúlt héten. Horváth Zsóka, egykori bajzás diák, és Csermák Tibor, egykori bajzás diák, és mostani tanár lesz a vendégem. Spilák Klári terézvárosi lakos volt, és terézvárosi lakos lett. A hatos csatorna műsorvezetője arról fog beszélni, mi köti a kerülethez, és milyen a pályája. Kellemes időtöltést kívánok önök! Terézvárosi lakosokat bemutató sorozatunk vendége egy nagyon kedves ismerős lesz az önök számára. Mondhatnám, hogyha mi bulvár sajtóval foglalkoznánk, hogy Sarah Jessica Parker magyar hangja ül itt velem szembe, Spilák Klári, de én csak úgy mondom, hogy a legszebb magyar szinkronhang, legalábbis az én elfogult olvasatomba szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen, szervusz Léla, köszöntöm a nézőket. Hát igen, nagyon sok szempontból ismernek itt a kerületben is, ugye Terézvárosban, és országszerte is. Azért, mert a hangodat nagyon sok szinkron kapcsán kölcsönzöd a színészeknek, ugye a legjellemzőbb Sarah Jessica Parker. És akkor induljunk ki ebből. Most volt Sarah Jessica Parkernek a legújabb filmjének a premierje. Ugye évek óta nem csinált mozifilmet, és most csütörtökön volt a premierje a Minden út Rómába vezet című filmnek Magyarországon, amiben szintén én kölcsönöztem a Sarah Jessica Parkernek a hangját. Az utóbbi időben rengeteget beszélgettünk a szinkronról. Mi kell ahhoz, vagy mit láttak meg benned a hangszíneden kívül ahhoz, hogy tényleg egy nagyon foglalkoztatott szinkronszínész legyél? Hát a mi időnkben, ugye nekünk, amikor a színművészeti most egyetem, akkor még főiskolára jártunk, volt ilyen gyakorlatunk, szinkron gyakorlat és rádiós gyakorlatunk, és akkor lehetőséget kaptunk arra, hogy mindannyian kipróbáljuk magunkat ebben a szakmában. És azt gondolom, hogy azok maradtak meg a mi osztályunkból is hangként, akár Cvetkó Sanyit mondom, akár Vég Pétert, akik egyrészt Pest közelségben voltak, mert ugye itt nagyon fontos a flexibilitás, hogy gyorsan hívható legyél, de ami a szakmailag nagyon fontos, hogy kell hozzá jó ritmusérzék, jó fül, ugye hogy kell tudni alakítani, tehát az embernek van egy saját beszédtempója, és az adott esetben mondjuk egy olasz ember sokkal gyorsabban beszél, az angolban
pedig nekünk kell gyorsabban beszélni, mert rövidebbek az angol szavak. Tehát ugyanazt a mondatot ők rövidebben mondják el, tehát nekünk picit gyorsítani kell. És aki nem képes például erre a ritmikai váltás, hogy a saját hangját, vagy a saját beszédjének a ritmusát megváltoztassa, vagy nem képes a saját amplitúdóit, a hangszíneit megfelelően idomítani az adott karakterhez, az nem igazán jól tud szinkronizálni. Szerintem az is fontos, hogy valamennyire semleges legyen az orgánuma. Mert hogyha valakinek annyira karakteres a hangja, most olyat mondok, aki már nem bántok meg ezzel, Sinkovics Imre például, akkor az nagyon, nagyon ott marad. Tehát akkor azt mindenki tudja, hogy a Sinkovics Imre szinkronizál. A jó szinkron hang az idomul. Tehát hogy szerintem az az ideális, amikor nem jön le, hogy ja, mert ez a spilák, hanem elfogadod, hogy ez milyen jó ez a hang, és mennyire abból a figurából szól. Szerintem ezek a legfontosabbak, és ami az én örök mániám, hogy ilyen nincsen, hogy szinkron színész. Uh-huh. Tehát színész van, aki szinkronizál, mint hogy nincs versmondó sem, hanem, uh-huh. vagy hát szóval az amatőrök között is persze minden tisztelt a szövéké, de hanem színész van, aki verset mond, színész van, aki filmezik. Szóval, hogy ez nem egy olyan szakma, amit meg lehet csinálni anélkül, hogy neked meglegyen az a háttértudásod, ami a színészethez kell. Tehát azért, hogy van jó ritmus érzéked, az kevés. Kell hozzáadni a magadat is, és az érzelmeidet, mert hiába jó valaki, mert pontos, de ha nem tudja azokat az érzelmeket közvetíteni, ami egy jó színésznek az arcán azért látszik, akkor azt ledobja, azt gondolom, a szerep. És akkor nem marad meg szinkron hangként hosszú éveken keresztül legfoglalkoztatottabb státuszba. De ha már itt tartunk, akkor bocsánatot kérek, igen, mert Spilák Lári színész, színművészeti főiskolát végzett annak idején, és én először a József Attila Színházban láttam még hozzá, pont most beszélgettünk Újréti Lászlóval, igen, a Me and My Girl című nagy sikerű darabban. A József Attila után miért váltottál, és miért mentél el vidékre játszani? Hát ott egy igazgatóváltás volt, és az új igazgató nem tartott rám igényt. Ez ennyi a legegyszerűbb magyarázat, és a legőszintébb magyarázat. És akkor kerültem Pécsre, a Pécsi Nemzeti Színházba, ahol 2 évadot voltam, onnan pedig elmentem Zalaegerszegre, ahol szintén 2 évadot töltöttem, és utána, amikor az első babámat vártam, akkor úgy éreztem, hogy nem akarom én ezt így csinálni. Tehát ez a vidék-Budapest reláció, ugye a gyerekeim, a édesapja budapesti volt, úgy éreztem, hogy nekem nem éri meg. Tehát úgy voltam vele, hogy én már bizonyítottam magamnak, és számomra ez volt a legfontosabb, hogy én alkalmas vagyok, és tehetséges vagyok, de azt a harcot nem volt energiám és kedvem végig küzdeni, amit nagyon sok kollégámon láttam, uh-huh. hogy végig kell harcolni, hogy vidéki színésznőből mondjuk felkerülni Budapestre, és akkor itt is megy a harc. Tehát ehhez nem voltam elég elszánt vagy elhivatott, azt gondolom, és egy csomó minden más dolog is érdekelt. A színház mellett kicsit azt is éreztem, hogy nem eléggé van az én kapacitásaim nincsenek eléggé igénybe véve, tehát hogy én ennél több vagyok, mint sem, hogy valaki bőrébe belebújjak, mert hogy én egy kifejezetten gondolkodó lény vagyok. Tehát egy kreatív ember igen, vagy. És akkor merült föl az, hogy esetleg elkezdek televíziózni, és akkor ez volt az életem talán legjobb időszak, amikor a Magyar Televízióban nagyon szép dolgokat csináltunk. Az nagyon, nagyon sokat kellett hozzá tanulni, utána olvasni, sok emberrel kapcsolatban lenni, tehát ez volt a legszebb időszak az életemben, ez a pár év. Érdekes pedig azok, akik a színházhoz valamilyen úton-módon kötődnek, akkor mindig azt mondják, hogy jó-jó a film és jó-jó a tévés. Na de amikor a színházban kiállok a színpadon, miket játszottál? Hát mit tudom, én Mágnás Miskában Marcsa voltam. Aztán, az pedig nagyon jó. Az jó volt. Igen. Aztán Trisztán és Izoldában Izolta voltam, az Éjjeli Menedékhegyben a Násztyát játszottam. Tehát ezek főszerepek gyakorlatilag. Tehát megkaptad azt, ami az életkorodnak megfelelő. Néma Leventében Cilia voltam, szóval hogy jókat játszottam, de valahogy nem volt elég. Tehát azt éreztem, hogy nem ez az utam, hogy nem itt tudok igazán kiteljesedni. Talán ez. És aztán utána nagyon-nagyon sok féleképpen volt lehetőséget kipróbálni magad. Ugye miután Terézvárosi lakosokat bemutató sorozatként konferáltam föl, Spilák Lári sokáig lakott Terézvárosban, majd hűtlen lett, és aztán visszajött, nem csak a vidék lett hűtlen, hanem egyébként is, mert azért Budapest más területen is laktál. Mi az, ami jó itt?
ami miatt, amikor nem itt laktál, például akkor is ide járattad a gyerekeidet iskolába. Ugye mi 93-ban költöztünk ide, és 2005-ben költöztem át a 8. kerületbe. Én a Hajós utcában laktam, és akkor amikor mi oda mentünk, ott még nem volt meg ez a fantasztikus átalakulás, amin átesett azóta ez az utca, de valahogy mindenképpen én belváros függő vagyok. Én Zuglóban nőttem föl, a szüleimmel aztán az első keretbe költöztünk, de valahogy én nekem Pest a szívem csücske, tehát azt gondolom, hogy itt van az élet, és itt van minden olyan közelségben, ami én szeretek, ami így aztán el is érhetek, szóval ha lehet, nem megyek át a Duna másik oldalára, sajnos néha muszáj. Szóval mindenképpen belváros közeli ember vagyok. A 6. kerületben meg nagyon szerettem az egésznek az épületeket, tehát az, hogy mész az utcán, és tényleg úgy bele tudsz feledkezni, hogy ahogy fölnézel, hogy úristen, de szép, ez is de szép. Pont ma reggel, amikor leraktam a Bajza utcába a kisebbik fiamat, és elmentem a kutyával sétálni itt az Andrássy út környékén, Munkácsy Mihály utca, és nem jártam mostanában arra, és döbbenten néztem, hogy milyen gyönyörű paloták, és azok a kertek, amik kapcsolódnak hozzá. Tehát, hogy egyszerűen lenyűgöz, és mégis, miközben például, anélkül, hogy persze az 5. kerület is nagyon szép, de hogy ott érzek egyfajta távolságot, tehát ott egy picit hidegebb, ridegebb, talán attól, hogy az nem annyira lakott, ugye ott elsősorban üzletek vannak, cégek, irodák, bankok vannak, attól nekem egy picit távol van, de itt, amikor átjövünk a másik oldalára, akkor tele van emberrel, és ezt nagyon szeretem, hogy ilyen sűrű, nagyon jó, hogy ennyi színház van itt, hogy tényleg itt működik ez a Pesti Broadway negyed, szóval, hogy ez nagyon, nagyon élhető kerület, és minden itt van, amit én szeretek. Nem csak műsort vezetsz mostanában, ugye Spillerek címmel itt ez a reklámhelye a 6-os csatornán, hanem emellett azért rengeteg mindent dolgozol. Többek között ugye említetted, hogy az újságírói vénád is előjött, a műsorvezetői vénád is előjött, és az utóbbi időben hát a Színművészeti Egyetemnek a kommunikációs vezetője lettél. Ehhez volt valami előképzettséged, vagy hogyan álltál ehhez hozzá? Hát igazából a sajtózással akkor kezdtem el foglalkozni, amikor már a televízióban dolgoztam, és úgy adta magát, hogy kultúrás eseményekhez milyen jó lenne, hogyha sajtóznék, hiszen akkor már megvolt az az ismerettségem, ami az újságírói kört illeti, újságírói diplomám is volt, mert adta. Szóval nem diplomám volt, hanem képesítésem volt, ilyen újságíró igazolványom, ez a pontos kifejezés. Tehát megvolt az a kapcsolati tőkém, illetve hát a művészekkel folyamatos kapcsolatban álltam, hiszen akkor is szinkronizáltam, mint hogy most is, és akkor ez olyan jó konstrukciónak tűnt, hogy én sokkal jobban értem őket, sokkal jobban tudom őket képviselni a sajtó felé, mint mondjuk egy külső ember, és akkor ez így szépen lassan alakulgatott. Az első nagyobb munkám az a Pécsi Országos Színházi Találkozó volt, amit a kezdetektől Jordán Tamás mellett csináltam, 15 éven keresztül voltam a sajtófőnöke, idén már nem én vagyok a sajtófőnök, de hogy valahogy ez így adta magát, és akkor egyik hozta a másikat, és idén augusztus óta vagyok a Színművészeti Egyetemnek a kommunikációs vezetője, ami azért elég érdekes pillanat, hogy visszamész egy olyan helyre, ahol korábban te tanuló voltál, és most visszamész egy ilyen adminisztráció, akármennyire is izgalmas feladat, de mégis egy adminisztratív feladatot kell ellátnod, szóval, hogy érdekes, és figyelem a hallgatókat, és hasonlítgatom, hogy ők milyenek, mi milyenek voltunk, tehát nagyon, nagyon, nagyon izgalmas a feladat kívülről is, és belülről is. Mi konkrétan a feladatot? Most próbáltam végigelemezni, ugye Színművészeti Egyetem, az egyetemet magát kell ismertté tenned, a benne levő növendékeket, a benne tanító tanárokat, az ott játszani, vagy az előadásokat, szóval hány rétű ez a feladat? Ez mind, amit most elmondtál, igazából az felkérés egyik legfontosabb része arról szólt, hogy az egyetemnek a brandjét építsük egy picit, mert ugye amikor én még oda jártam, akkor volt a Színház és Filmművészeti Főiskola, és senki más. De az idő előre haladtával egyre több helyen van olyan képzés, elsősorban filmes képzések vannak, ugye a Színház
színházi területen csak a Kaposvári Egyetem az egyetlen konkurencia, de hát ott is van konkurencia, tehát hogy egy picit erősíteni azt a brendet, hogy mégiscsak a Színház és Filmművészeti Egyetem a legnagyobb múltú, idén 150 éves kulturális oktatási intézmény, és a legnagyobb nevű tanárok és a legnagyobb alkotók innen kerültek ki, hogyha most a Saul fiát hozhatom, akkor ugye Erdély Mátyás, aki az operatőr volt, az a színművészetén tanult, hogy Zányi Tamás, aki a legjobb hanggér egy csomó díjat kapott, igen, a Saul fiáért, ő a mi tanárunk, hogy a Rajk Laci, aki a látványtervezője a filmnek, az a mi tanárunk, hogy a Rőri Géza nálunk tanult, bár nem végezte el a rendezőszakot, tehát hogy ezt tudatosítsuk az emberekkel, de ugyanakkor nyilván egy-egy alkotót is, aki olyan fontos, és hát az egész Audrey színpadnak a sajtója hozzám tartozik. Az Audrey színpad ugye az a játszóhelye a színészt és a rendező hallgatóknak, és annak a sajtó kommunikáció is, tehát ez, mit tudom én, most március 3-a és 8-a között 4 bemutatót tart az Audrey színpad, úgyhogy ugye holnap lesz egy éppen, március 8-án, szóval, hogy nagyon sokrétű feladat, nagyon izgalmas, nagyon nehéz. Hát gondolom, de meg fogod találni a helyedet, és azt gondolom, hogy ez évekre le fogja kötni energiáidnak egy részét, és természetesen meg tudsz maradni az egyéb kedveléseid mellett is. Milyen anyuka vagy? 3 gyereket nevelsz. Mire marad időd egyáltalán? Hát szerintem nagyon liberális anyuka vagyok, tehát hogy én sose szoktam veszekedni a gyerekeimmel, amit most látok megtérülni. Tehát hogy én mindig is ez a megengedő, megbeszélős anyuka voltam vagyok, aki nem, tehát hogy nem zavart, hogyha 6-szor lejtette azt a tárgyat, hanem 7-szer is fölvettem, és nem kezdtem el vele kiabálni, hogy miért vered le. És általában megengedtem és megbeszéltem a dolgokat a gyerekekkel. Most már ugye kamaszok mind, sőt, hát a lányom 20 éves, a nagyobb fiam 15, a kicsi 13, mindegyik a Bajza utcai általános iskolába járt, és most látom, hogy a kamaszkor mennyire könnyű nekem, mert hogy nincs mivel ellenállni, nincs mivel szembe menni, hiszen mindig minden lehetőség megvolt, és mindig mindenki volt beszélve. Szóval azt gondolom, hogy a lányom mindig azt mondja, hogy én vagyok a világ legjobb anyukája. Ezt azért nem gondolom így, de szerintem nem csináltam rosszul. Az persze sokszor okozott lelkiismeret furdalást, hogy nem voltam velük eleget, hogy ugye már egész kicsi koruktól mindig dolgoztam, de nem is tudom, ki mondta azt a nagyon nagy igazságot, és ezt én is próbáltam magamévá tenni, hogy a gyereknek nem az a baj, hogyha ott van az anyuka, de nincs jelen, hanem az a fontos, hogy amikor ott vagy, akkor valóban jelen legyél. Tehát lehet 24 órát vele, ha kint főzöl a konyhában, és azt se tudod, hogy mit csinál a gyerek. De ha te azt a 6 órát, amit otthon töltesz vele, azt intenzíven vele vagy, az sokkal többet ér. És én ezt próbáltam magam előtt szemmel tartani. Jó gondolat volt, érdemes megfogadni. És a kevés szabadidőddel mit kezdesz? A kevés szabadidőmmel? Hát olyan nincsen nagyon. Nagyon szeretek biciklizni, tehát ezért is jó a belváros, mert remekül lehet biciklizni, nem kell nagy dombokat megmászni. Úgyhogy biciklizni szoktam, barátokkal beszélgetni, ez a nagy szerelmem, a beszélgetni, élőben, tehát nem csetelne, nem telefonon, hanem élőben. A színháznézést már kicsit meguntam, tehát színházban nem annyira járok, és a gyerekeimmel lenni ennyi. Remélem, hogy mindenre marad időd. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Köszönöm szépen a meghívást. Iskolai témával zárjuk mai Terézvárosi magazinunkat. Horváth Zsóka és Csermák Tibor a vendégem, szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket. Köszönöm. Akik bajzás öreg diákok, de ez nem lenne még ahhoz aktuális téma, hogy meghívem őket ide a stúdióba, viszont az igen, hogy Zsókáéknak most volt az 50. osztálytalálkozójuk, nem is tudom, a 8-nak volt az 50-je, vagy az elsőnek volt az 50. A ballagásnak az 50. évfordulója. Hát azért az nagyon-nagyon súlyos szám, szó se róla, viszont Tibor volt az iskola részéről, aki vendégül látta az iskola falai között a vendégeket. Hogyan sikerült összeszedni a gyerekeket, az osztálytársak, a gyerekeket, az osztálytársakat 50 év után? Nem volt könnyű feladat, de a közösségi oldalaknak köszönhetően elkezdtem őket keresni, mivel tudtam, hogy közeledünk az 50. év felé,
és egy-két osztálytársamat megtaláltam, aztán némi habozás után az körülbelül egy évig tartott, az egyiktől kaptam egy választ, hogy nagyon köszönöm, hogy bejelöltem őt, és akkor én meg visszaírtam, hogy figyelj, te vagy az, aki Sósutka néné bajza. Igen, és te, és mondtam, hogy én meg ki vagyok, jaj, és tulajdonképpen így indult el, akkor találkoztunk, ő volt Kati, találkoztunk, neki meg volt a névsor, mert egy olyan 8-10 évvel ezelőtt ők már találkoztak, csak engem nem találtak még meg, és akkor leültünk, akinek meg volt az elérhetősége, azokat felhívtuk, elkezdtük így összeállítani a találkozó listáját, mindenkit fölhívtunk, akinek e-mail címe volt, annak írtunk, és hát tavaly kicsikét többet voltunk, mert azért ezt minden évben most már úgy gondoltuk, hogy elég idősek vagyunk ahhoz, hogy ne 5 évenként, hanem legalább évenként egyszer összefussunk. És tulajdonképpen most csak elő kellett venni a tavalyi listát, megkeresni azokat, akiket már tudtunk, mindenkinek feladata, hogy a hiányzókat fölkutassa, felkeresse, illetve ha tud róluk, akkor értesítsen bennünket. Egyetlen egy szomorú hír, egy osztálytársunknak az elhunytáról tudunk, tehát gyakorlatilag így 60 és 65 között azért elég sokan vagyunk a 32 fős osztályunkból. Gratulálok hozzá tulajdonképpen, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert egymás élettörténeteiből és egymás sorsából nagyon-nagyon sokat lehet meríteni és tanulni. Gondolom, ugyanez egy korosztállyal odébb ugyanúgy megtalálható. Tartják önök is az osztálytalálkozókat, az általános iskolás osztálytársakkal? Igen, mi is tartjuk. Pár évvel ezelőtt a kunya, hát még nem az 50-et, a 30-ast, ugyanígy a bajzába tartottuk meg. Hát jól megöregedett mindenki, ez volt a végkifejlet. És most így kívülállóként nézni, hogy mások tartják az 50-est, hát nagyon-nagyon furcsa érzés volt, hogy látni azt, hogy bárhova fordulnak, mindenhonnan az emlékek garmada ömlik rájuk, és mindenre mondták, hogy jaj, hát emlékszel, annál az ajtónál ez történt, a másik ablaknál. Tehát én igazi jó kis csapatnak éreztem őket. El kell mondani, ugye, hogy a bajza ebben az évben, illetve a következő tanévben fogja a századik, fennállásának a századik évfordulját ünnepelni. Ez egy kiemelt programsorozat lesz az iskola és a kerületnek az életébe is. De amikor a bajzásokról esik a szó, tulajdonképpen akkor valahogy mindig úgy kihúzzák magukat. Én magam Istvános diák voltam, mi is kihúztuk magunkat annak idején. Természetesen a fazekasosok is, de az általános iskolák közül a bajzások azok, azt hiszem, akik a nagyobb tartással ejtik ki azt a szót, hogy ők bajzások voltak. Milyen volt annak idején a bajza? Hogy emlékszel rá vissza? Hát érdekes, én azt gondolom. Azt tudni kell, hogy mi voltunk az utolsó lányosztály. Tehát amikor mi elballagtunk, utána már koedukáltá vált az iskola. Valahogy nekünk abban az időben az, hogy tartozni valahova egy iskola közösségben, mi még azt is megbeszéltük, hogy az iskola köpenyünk ne nagyon térjen el, hanem ha a sötétkék, akkor az legyen sötétkék, legyen galléros, ne csak körgalléros, hanem rendes galléros, legyen rajta fehér. Akkor még volt például délután is tanítás, szombaton délelőtt, amit mondjuk én nem nagyon szerettem, de nem kérdeztek meg engem, hogy akarok-e szombaton is járni. Váltott műszakosak valahogy voltatok? Délelőtös, délutános, igen, egyik héten, így a másik igen, héten. Igen, igen, és hát kellőképpen délután, ebéd után az ember tisztességesen elfárad, de akkor kellett menni iskolába. Volt úttörő mozgalmunk akkor, tehát valahogy én úgy érzem, hogy sokkal nagyobb a csapat szellem, nekem ugye az unokája már mind iskolása, mint a mai diákoknak az osztályközössége, hogy így mondjam. Természetesen ott is voltak közelebb lakók, egymással jobban barátnők. De például voltunk Dunabogdányban, amiben néhány éve a saját unokám is elment egy ilyen távol, hogy minden létezik a Dunabogdány. Igen, létezik, csak fel van újítva. Tehát ezek kicsikét olyan nosztalgikus hangulat. És ahogy Tibor mondta az előbb, akárhova mentünk, néztünk, mindenhol volt valami. Fogadott bennünket Tibor egy osztályterembe. Én úgy emlékeztem, hogy az udvarra nézett, de utána elvitt bennünket még másik két teremhez, és mikor odaértünk az ajtón, na ez volt a mi osztályunk, és akkor csak álltunk és néztük, kiderült, hogy földrajzterem lett? Igen. Földrajzterem lett az az osztály, amiben mi akkor jártunk. Akkor nem volt ez a vándorlás, mint ami most, hogy minden
tantárgyat más terembe, a tanárok vándoroltak hozzánk, úgyhogy nekünk a szünetben volt időnk rendetlenkedni. Volt itt egy kulcsszó, hogy nagyobb volt a gyerekekben az összetartás, mint amilyen úgy látod, hogy most az unokáid kapcsán. Tibor háromféle szempontból is rá tud pillantani, ugye meghallgatta ezt a kis beszámolót, részese volt ennek az osztálytalálkozónak, hallott itt egy-két történetet. Bajzás diákként is tudja, hogy az önkorosztályának milyen volt az összetartó ereje, és most pedagógusként is azért azt gondolom, hogy bele tud látni egy-egy osztálynak az életébe. Nagyon változó, osztályonként eltérő, tehát vannak osztályok, amik nagyon összetartanak, vannak osztályok, ahol a gyerekek várják, hogy mikor csöngetnek ki, és külön mennek a saját kis útjaikra, edzésekre, vagy bármi egyéb elfoglaltságra. Vannak osztályok, osztályfőnöktől? Nem gondolom, hogy osztályfőnöktől függene, mert ugyanannak a kollégámnak, vagy kolléganőmnek volt olyan osztálya, akikkel hétvégenként kerékpártúrákra jártak, másik osztályával meg ezt nem tudja megvalósítani. A gyerekektől függ. A gyerekek mások, most valahogy más köti le őket. Annak idén én is emlékszem, most előbb az volt, hogy a bajzások kihúzzák magukat. Régen akkor a többi iskolás diákkal és a kerület többi iskolai diákjával is jobban tartottuk a kapcsolatot. Egy-egy kerületi foci meccs vagy bármilyen sportesemény után akkor vagy jobban barátkoztak, ismerkedtek a gyerekek, a ligetbe összefutattak és találkoztak. Most jobban elszigetelődnek egymástól, pedig attól még, hogy Derkós vagy Vörösmartis vagy bármelyik, ugyanolyan rendes kis diákok ők is. Jobban le vannak a terhelve a gyerekek most, mint régen? Mert ugye, ahogy hallottuk itt Magditól, hát én is emlékszem, mert az alsó tagozatot én is úgy álltam, hogy délelőttösök, délutánosok voltunk. Amikor délutánosok voltunk, akkor elindultunk otthonról 12:30, 3:45-ben voltunk az iskába, hát sokszor 7-ig volt tanítás. És akkor jöttek értünk a szülők este 7-re, vagy csoportosan indultunk el haza, és akkor mindenki a saját házánál levált. Hát azért az sem volt egy egyszerű történet, ugye, hogy pénteken, szombaton és este 7-ig voltunk. És akkor is volt lecke. És akkor is volt lecke. Akkor is volt lecke, és ugye akkor volt még a szombat is, tehát igen. Az sem volt, hogy akkor hétvégén tanulunk. Kevesebb volt szerintem akkor a lehetőség. Tehát most annyira sok lehetősége van a gyerekeknek a szórakozásra, a külön órára, a sportra, a külön nyelvtanulásra, mindenre, hogy emellett nem fér még bele az, hogy még akkor az iskolai programokon, mert nagyon sokszor mi is hirdettünk iskolai programot, és nem annyira lelkesek a gyerekek. Nehéz rámozdítani a gyerekeket ma egy-egy tevékenységre, egy-egy közös programra? Vagy én úgy érzem, hogy nehezebb. Én kimerem jelenteni, hogy a televízió és a számítógép az oka egyébként. Az internet. Mindent megtalálnak, elérnek az interneten, miért menjenek el? Igen. Hát csak egyet felejtenek el én szerintem, hogy mennyire jó közösségben lenni. Igen. Tehát azt az élményt, hogy egy táborból ott vagyunk, a tábortűz mellett és énekelünk, vagy hogy elmegyünk valahova együtt, jó bulikat rendezünk, csintevésekkel van teri az egész, hogy a virtuális élet az nem fogja pótolni. Nem. Én nagyon sok éven keresztül ifjvezetősködtem még a tanári pálya előtt, és volt egy barátom, tőle kérdeztem, hogy ti ezt hogy csináljátok ezeket a kirándulásokat? És akkor azt mondta, hogy nálunk Béla bácsi az aulában megáll, és azt mondja, hogy hétvégén kirándulás van, akkor 40 gyerek jelentkezik. És utána kérdezik meg, hogy istenképpen hova megyünk. Tehát akkor volt egy lehetőség, amire rámozdultak, rácuppantak a gyerekek. Most majd, hogy nem győzködni kell őket, hogy hát figyeljetek, itt van, lehet jönni, lehet menni. Egy élmény, én azt szoktam mondani, a rossz élmény is élmény. Igen. Tehát ha elmegyek, és nem annyira jó, mert esik az eső, mert sok minden történhet, akkor is történik valami, amire majd később vissza lehet emlékezni. Ahogy most ők is vissza tudnak dolgokra emlékezni, gondolom a sok-sok kirándulás, meg a egyéb programok, arra, hogy megdöntöttem valamelyik játékon a négyes pályát, vagy a szintet, az nem gondolom, hogy majdan emlék lesz. Vagy. Ez egyébként így pontosan. Van. Igen.
Említettétek, hogy közös tanítónénitek is volt. Hogyan emlékeztek? Tehát az egy meghatározó, most pont a beiratkozásokról volt szó, hogy a tanítónéni. Hát én is emlékszem nagyon az elsős tanítónénimre. Nagy szeretettel gondolok vissza rá. Milyenek voltak a pedagógusok? Vagy milyen volt az a tanító, akit közösen hát ez egy nagyon érdekes találkozás volt, mert mi nem tudtuk, hogy Tibort is a Jutka néni, a Sós Jutka néni egyébként ő tanította, azt hiszem 84 vagy 85 éves most beteg volt, nagyon fájnak a lába, úgyhogy nem tud a lépcső lejönni. Tavaly egyébként ott volt az osztálytalálkozónkon, és hát az, hogy mi voltunk neki az utolsó lányosztály, és utána jöttek a koedukáltak, azt mi nem tudtuk, tehát mi akkor tudtuk meg, amikor bementünk az iskolába, hogy a tanárok milyenek voltak. Jutka néni magas, határozott, tehát olyan jó osztályfőnök, aki, mint ahogy a Béla bácsi kiállt, és azt mondta, hogy most ez lesz, akkor az volt. Tehát nem volt az, hogy jaj, én nem megyek, jaj, nekem nincsen. De nem is jutott eszünkbe, ha felmerült egy program, hogy akkor mi lemaradjunk róla. Abban az időben jobban kellett a szülőket győzködni, hogy engedjék el a gyerekeket, mint hogy a gyerekeket pillanatok alatt. Tehát szerettünk kimozdulni, szerettük az iskolán kívüli programokat, tanítónénik, élettanárnénik, Gyöngyi néni úgy vette a tantalmat, ütemet az asztal, hogy volt egy gyűrűje, és akkor ütötte az asztalt, és úgy az volt az ütem. A Jutka néni, ugye mondom, ő egy magas, határozott, Máté Julika néni egy fantasztikus ember, fantasztikus magyar tanárnő volt. Ő is él még. Sárika néni, ő tornát tanított, de Margó néni volt az igazi, ő egy tipikus ilyen tornatanár, pattogós. Én nagyon-nagyon szerettem egyébként, mert én imádok most is mozogni, torna, úszás, ez mindig a mozgás mindig ott van az életemben, de ő meg egy ilyen kis határozott ember, hogy Sárika néni egy bűbájos, aranyos, szép arcú kis, nagyon bájos kis tanítónénire emlékszem. A kémia tanárnőnk, őre már nem nagyon, tehát így inkább ők, akiket elsoroltam, ők maradtak meg bennem. Itt nagyon sok pedagógus föl lett sorolva, gondolom sokan tanították őt is. Mennyire fontos a pedagógusoknak a személyisége, hogy így megmaradt 50 év távlatából? Szerintem a legfontosabb. Most talán nem egészen itt ehhez a témához vág, de fölmerült itt ugye hogy hamarosan iskolaválasztás. Tőlem is sokszor megkérdezik ismerősök, hogy te milyen az a Bajza, vagy milyen az a Derko, vagy Vörösmart és két anyavű. És mindig azt szoktam mondani, hogy el kell menni, meg kell nézni, mert nem iskolát kell választani, tanítónénit kell választani. És tanítónéni és tanítónéni között is van nagyon nagy különbség. Az egyik embernek bejön az attitűd, és kedveli azt a fajta viselkedésmódot, ahogy a tanítónéni tart egy órát, a másik az meg nem is. És nem azt jelenti, hogy attól még az rossz. Egy másik személyiség. Két, ez egy érdekes dolog, nem olyan rég hallottam egy úgynevezett Thomas módszerről, amelyet akkor használnak, vagy alkalmaznak, amikor egy munkatársat választanak ki. És egy rövid teszt alatt, hogyha valaki ennek a tudásnak a birtokában van, akkor tudni fogja, hogy ennek a munkatárs egy alkalmas-e a feladatra, kettő, határozott utasításokat kell neki adni, számon kell kérni, azt szereti, ha önállóan dolgozik, stb. És most ez jutott az eszembe, hogy a szülők nézzék meg az ő gyereküket otthon, mert annak alapján fogják tudni majd kitalálni azt, hogy az én gyerekemnek a simogató kézre, a becéző szóra van, mert nagyon kis érzékeny porcelán a lelke. Az én gyerekemhez egy kemény, nagyon karakán személyiségű tanítónéni kell, és ezért érdemes végigmenni az iskolákban, mert az alsó tagozat első két osztályában tényleg a tanítónéni személyisége az, aki egy életre megalapozhatja az iskolához és az élethez való viszonyát a gyerekeknek. Akkor ezek szerint ez jó. Igen, és nem lehet eldönteni, hogy már pedig ez jó vagy nem jó. Az egyiknek ez a jó, másoknak meg másik. Igen. Utolsó gondolatsorhoz érkeztünk el itt a beszélgetés alatt. Az, hogy osztályt találkozót érdemes tartani, az egészen biztos. Van-e valami tanúsága az ilyen típusú osztálytalálkozóknak? Hogy láttad te belülről, és hogy látta ön kívülről? Hát nekem az volt mindenféleképpen tanulságos, hogy ugye 8. amikor elballagtunk, tudtam, hogy nagyjából kit hova vettek fel.
tudtam azt, hogy ki mit szeretne nagyjából, tehát az osztály nagy részénél tudtam, és most kíváncsi voltam arra, hogy megvalósultak-e azok az álmok. Volt egy kislány, aki gyerekorvos szeretett volna lenni, tényleg az lett. Van egy házi orvosunk. Akkor volt egy kislány, aki az újságírás, pedig pedagógus szülők gyermeke. Tényleg újságíró lett, és olvastam a könyvét, és nagyon-nagyon jó lett. Illetve az ő stílusa, tehát olyan verás, a Bögyi Veráról van szó, olyan igazi verás a könyve is. Így körülbelül ők hárman, négyen, akikről úgy lehetett tudni, hogy ők elég jó tanulók, és határozottak voltak ahhoz, hogy ők ezt végigcsinálják, meg is valósítsák. A többiek, meg én azt gondolom, hogy mindenki gyakorlatilag valami olyat csinált, amit akart, amit szeretett volna. Tehát nem nagyon kalódtak el. Nem. Elkalódásról nem tudunk. Olyat tudunk, hogy nem találtunk meg bizonyos hölgyeket, de az, hogy valaki úgy elment volna a rossz irányba, nem, nincsen tudomásunk. Ez jó. Más volt egyébként a mi időnkben, valahogy minden más volt, mondom, mivel a unokák is ugye most járnak, a legkisebb is 10 éves, 4. osztályos, és látom, hogy mi zajlik, mi történik, és nem tudom megmondani miért, de valahogy akkor jobban össze voltunk, nem volt internet, ez tény és való. Mentünk és csináltuk a programokat magunknak, és nem otthon ültünk a gép előtt. Tanár úr, csak egy nagyon rövidke kis lezárást a végére. Ehhez a témát. Azt gondolom, szükség van osztálytalálkozóra, de ahhoz kell az a légkör, ami megteremtődik a 8 év alatt. Tehát amit hallottunk, hogy ha 8 év alatt úgy érzi magát a gyerek, hogy neki tényleg a második otthona, mert ugye ezt szoktuk mondani iskolára is, hogy ez a második otthonom, akkor működik. Ha a gyerek úgy éli meg, hogy neki ez egy nyűgés, és rohan haza, mert otthon várja a számítógép, a telefon, a minden, és nem kapja, nem használja az iskolának azokat a lehetőségeit, amire utána később visszaemlékezhet, ami közösségi kovácsolja az osztálytársaival, iskolatársaival, akkor nem valószínű, hogy vissza fog vágyni, de hogy aztán ez valóságban, hogy lesz, azt majd 50 év múlva tudjuk meg. Köszönöm szépen, hogy itt köszönjük volt. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, ez volt már a Terézvárosi Magazin. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne menjenek el, mert most ismét megnézhetik az Ez történt a héten című összeállításunkat, én pedig új műsorral a jövő héten várom önöket. Viszontlátásra! Kerületi iskolák szavaló és informatikai versenye a Derkovics Gyula általános iskolában. Ügyfélfogadási szünet az Andrássy úti kormányablakban. A Vörösmarty általános iskola diákjai Dumahotányban. Módosul a rendelési idő a Terézvárosi egészségügyi szolgálatnál. 6. kerületi iskolák az országos népdalversenyen. Zsuzsa néni 90 éves. 8. országos Line Dance és Country Fesztivál. Cirkusz hónap a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Terézvárosban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az itt tanuló diákok több műfajban is megmérettethessék magukat. Ezúttal kerületi szavaló és informatikai versenyre várták a lelkes nebulókat a Derkovics Gyula általános iskolában.
szavaló verseny a kerület 5 iskolájának az összefogásával jött létre. Minden pedagógus társamnak nagy köszönet, és külön köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak is, a 6. kerületi önkormányzatnak, mert lehetővé tette, hogy gyönyörű szép jutalmakat tudjunk a gyerekeknek adni a különböző helyezésekért. Ez már egy hagyomány a Terézvárosban, hogy minden évben egy szavalóversenyt rendezünk. Én azt hiszem, hogy olyan 6-7 évre nyúlik ez vissza. Nem mindig én voltam ennek a szervezője, én körülbelül talán 4 vagy 5 éve szervezem, de minden esetre nagyon nagy izgalommal várják a gyerekek. Tehát ez egy olyan verseny, amire tényleg olyanok jönnek, akik szeretik a verset, szívesen készülnek rá, nem csak pedagógusok, hanem szülők is részt vesznek a versválasztásokban, hiszen van egy kötelező vers, és van egy szabadon választott vers, amit a gyermek maga választ. Nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek a szavaló versenyek, mert nagyon érdekes, nagyon jópofa verseket választanak a gyerekek, és szívesen hallgatják egymást a különböző évfolyam tanulói. Másodiktól negyedik évfolyamig szervezzük ezt meg, tehát ez azt jelenti, hogy a kis másodikos már megismerkedik a negyedikeseknek a nyitottabb szemléletével, tehát jobban kitekintenek már a világirodalom verseire például. Tehát nagyon élvezik. Eddig a zsűri hallgatott, most pedig önöké, szóval hogy érezték magukat? Nagyon színvonalas verseny volt, úgy érzem. Nagyon jól felkészültek a gyerekek, eleve öröm nekünk az pedagógusként, hogy látunk vers szerető gyerekeket, látunk bátor kiállású, jól verset értelmező, jól beszélő, jól kommunikáló gyerekeket, és örömmel veszünk részt minden ilyenen. Az értékelésnél elmondta, hogy 3 évvel ezelőtt ment nyugdíjba, és hiányoznak a gyerekek. De most itt újra láthatta, akár az Erkel Ferenc általános iskolás tanulókat is, egy kicsit nosztalgiázott is, de most szigorú zsűrűként kellett részt venni ezen a versenyen. Nem volt egyszerű, mert tényleg hasonló képességekkel jöttek a gyerekek, nagyon jól felkészítve, ahogy ezt már Zsuzsa is elmondta, viszont valóban élvezet volt őket hallgatni. Különösen azokat, akin az ember látta, hogy önmaga is élvezi magát az egész verset, tehát jól értelmezi és élvezi elmondani is a verset. Úgyhogy én magam is nagyon jól éreztem magam, és a nosztalgiámnak kicsit eleget tettem ezáltal, és bármikor nagyon szívesen megismétlem, ha hívnak. Nekem mindig egy kicsit a szívem összeszorul a végén az értékelésnél, hiszen nem lehet mindenki győztes, de múltkor megtanultam egy előző kerületi versenyen, hogy a gyerekeknek nagyon fontos a részvétel, hiszen nem is a díjazás a legfontosabb, hanem az, hogy részt vettek ezen a versenyen. De mégis a zsűri milyen alapon dönt? Amit az előbb hallottunk, valóban nagyon fontos a gyermekeknek az a kisugárzás, hogy látjuk-e rajtuk azt a pluszt, azt a kis csillogást a szemükbe, azt a kis tüzet, hogy ő tényleg élvezi a versmondást. Volt itt olyan, több olyan tanuló is, akin egyszerűen látszott, hogy lubickol abban, hogy ő szerepel, és ezt a jó értelemben értem. Tekintettartással kapcsolatot tudott teremteni a közönséggel. Oda tudott vonzani minket teljesen, ahogy ő rá figyeljünk. Nem tudtunk másra figyelni. Na, ez az, amit keresünk. Sok szeretettel gratulálok nektek. Első helyezett, második helyezett. Hogy éreztétek magatok? És milyen verset neveztetek be? Hú, nagyon izgatott voltam. Fenomenális, hogy első lettem, és én a Kassák Lajostól az Ószeres dalát adtam elő. Nagyon jól éreztem magamat, és Juhász Magdától a Hová lett az ellenőrzőmet. Én is úgy, mint a többiek, és én a Békés Mártától az Aranyköpés című művet adtam elő. Romhány József, a bölcs bagoly, a tudós bagolyné tojt egy kis ugodot, de az nem lett okos, sőt, inkább ütődött. Atya nagy sírű egyetemi dékán, sokat bosszankodott Lüke ivadékán, hasztalanul szólta, magoly, fiam, bagoly! Hiába korholta, intette, kökét ez csak untatta. Utálta az egyetemet, órák alatt legyetevett. Nem csoda hát, hogy a halálmadár vizsgán csak ücsörgött és pislogott pislán. Hus! Rivalt rá az elnök akadémikus.
szálljon egy házra, és borítsa gyászba. Jó, mondta a Buta Bagoly, holott azt sem tudta, miből lesz a halott. Rászállott a legelső viskóra, és ott csücsült bóbiskolva. Jobb lett a temetőn, mindent végigpásztáz, mert így volt a temetői gyászház. Így lett a nagy erdő legostobábbagja, a Huhogányos Akadémia tagja. Mivel készültetek, mivel neveztetek, és mivel nyertél? Egy könyvet nyertem, és nagyon örülök, mert otthon nagyon, nagyon sokat fogok olvasni. És milyen verset nyertél? A Kocsás versem, meg a Kulcsár Miklós falusi történet. De mivel készültél, milyen vers? Hát én a Kulcsár Miklós falusi történettel, meg a Majó voltam. Tavaly nyáron falun voltam a nagyinál üdülni. Azt mondta egy bácsi nekem, hogy megtanít fütyülni. Megmutatta, miképpen kell tartani a számat, azt is mondta, egyek répát, ne is egyet, százat. Mert a fütyüléshez bizony kell a sárga répa, ha nem hiszem, nézzem meg őt, ő az élő példa. Tudom, hogy a sárga répa jó és egészséges, de hogy ettől én fütyülnék? Hát ez nevetséges. Tóth Árpád Ferenc, a három paca, a kék, a piros meg a sárga, rengeteg szín jó barátja. Amúgy meg mind kedves rokon, pöffeszkednek rajzlapokon. Elnyújtózik, szól a sárga, fogócskázzunk valahára. Unatkozik az a baja, ő is csak egy apró paca. Kerges engem, hívja a kék, s felé nyújtja cseppnyi kezét. Mint aki csak térül fordul, lám a sárga neki lódul, és elcsípi el a kéket. Zöldé válnak a festékek. Kéket szekál a piros is, aztán lilára változik. Most meg nincsak, mert oly csinos, sárgát ölel a kis piros. Egybe kelnek valahára, narancsszínű boldogságba. Vagyunk a 6. kerti Derkovics Gyula Általános Iskola informatika versenyén, ahol ma az 5.-6. osztályosok mérettetik meg magukat. A mai alkalommal grafika és komplex versenyt tartunk. Elvileg minden iskolából ugye két ember jöhet, két-két ember mind a két kategóriából. Az első három helyezettet díjazzuk. A mai napon a Terézvárosi Önkormányzat jóvoltából került díjazásra a verseny, és akkor az első két helyezett minden kategóriából tovább jut a fővárosi versenyre, amit áprilisban fogunk majd megtartani. Jövő héten a 7.-8. versenye lesz. Ez három kategóriát jelent, náluk a prezentáció, szövegszerkesztés és a táblázatkezelésből fognak versenyezni a gyerekek. Hasonló rendszerben mind a két alkalommal van elmélet a gyerekeknek, és van gyakorlati munka, amit ugye elméletet papíron, feladatokat oldanak meg, gyakorlatnál pedig a gépen kell megoldaniuk egy komplexebb feladatot, egy gyakorlati feladatot a meghatározott kategóriákból. Említette, hogy díjazásban részesülnek a gyermekek, ez hogy szokott zajlani? A verseny jellege véget nem tudjuk kapásból egyből kijavítani ezeket a munkákat. Az elméletet a gyakorlati munkájuk alatt fogjuk kijavítani, a gyakorlati munkához viszont idő kell, általában egy olyan másfél-két óra, két órát elvesz a javítás, és egy másik alkalommal szoktuk átadni a díjakat a gyerekeknek, illetve az okleveleket is.
Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy 2016. március 11-én pénteken 11 órától 15 óráig áramszünet miatt nem fogad ügyfeleket az Andrássy út 55 szám alatti kormányablak. Terézváros Dunabogdányi üdülőjében ezúttal a Vörösmarty Mihály általános iskola diákjai töltöttek el 5 napot. Sajnos az influenza szezon miatt kevesebben tudtak részt venni a táborban a tervezetnél, de így is maradandó élményeket szerezhettek a diákok. Az önkormányzati percek vendége Rakó József, a 6. kerületi Vörösmarty Mihály általános iskola intézményvezetője lesz. Az első napon a Mogyoróhegyre kirándultak, majd a régi generációk által is jól ismert és még ma is divatos játéké, a számháborújé volt a főszerep. A második nap is kirándulással telt, majd a harmadik napon a kémhatást vizsgálták céklával és lilakáposztával, illetve 3D-s térképrészletet próbáltak készíteni papírmasé technikával. Este aztán felsétáltak a Nagyvillámra bobozni. A negyedik napon meglátogatták a Kutyahegyet, este pedig a népszerű játék az 1 perc és nyersz vetélkedő tartotta lázban a fiatalokat. Az 5. nap az összecsomagolásé volt, illetve a tanárok értékelték a csoportok munkáját. Mindezeken kívül a héten kézműveskedtek, gyümölcs salátát készítettek, valamint az erdő élővilágát vizsgálták. A túrázások során biológiai és földrajzi megfigyeléseket végeztek, mikroszkopizáltak, táblagépet használtak bizonyos feladatokhoz, kémiai vizsgálatot tartottak, feladatlapot oldottak meg a faluval kapcsolatban, illetve egész héten az időjárást figyelték és regisztrálták az adatokat. Persze a játékra is bőven maradt idő. A gyerekek szabad idejükben csocsóztak, biliárdoztak, pingpongoztak és kosaraztak. Összességében egy tartalmas hetet tölthettek el a Dunabogdányi üdülőben. A 2016-os munkaszüneti napok körüli változások miatt a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat munkarendje módosul. Március 14-én hétfőn a TESZ járóbeteg szakrendelése születel. Ügyeleti ellátás vehető igénybe a 7. kerületi Dob utca 86 szám alatt, illetve a 061-321-0440-es telefonszámon. Tájékoztatják továbbá a lakosságot, hogy ezen a napon a házi gyermekorvosi ellátás is szünetel. Ügyeleti ellátás vehető igénybe a 13. kerületben a Révész utca 10-12 szám alatt. További információ a 061-349-8601 vagy a 061-349-8603-as telefonszámon kapható. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat a többi munkanapon a megszokott munkarendszerint várja a betegeket. Igen színvonalas megmérettetésen vehettek részt kerületünk szép hangú diákjai. Ugyanis fővárosi népdalversenyt rendeztek a Fazekas Mihály gimnáziumban. Terézvárosból délelőtt többen is énekeltek, és szép eredményeket értek is el. Fellépett Jegorov Antónia, a terézvárosi két tannyelvű általános iskola növendéke, illetve ugyancsak délelőtt taloltak az Erkel Ferenc általános iskola diákjai. Babai Borbála, Kislejcer Anna, Nagy Sarolta és Tóth Vivien. Mindannyian aranyminősítéssel távoztak. Délután volt a 7. és 8. osztályosok versenye. Itt léptek fel a Bajza utcai általános iskola tanulói, akik ezüst minősítést értek el. Budavári Viki, Gurbai Krisztina, Lakatos Ildikó, Pető Brenda, Szálkai Zita és Váradi Jászmin. Gratulálunk a díjazottaknak! A 90. születésnapja alkalmából Pap László Terézváros alpolgármestere köszöntötte Botos Tibornét, Zsuzsa nénit, és adta át az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt köszöntőlevelet, valamint Hassai Zsófia Terézváros polgármesterének oklevelét. Zsuzsa néni, bár Pestújhelyen született, teljes joggal érezheti terézvárosinak magát,
hiszen 80 esztendeje a kerületben, előbb a Lovag utcában, majd 1970 óta a Városligeti fasorban lévő otthonában él. Angol-francia szakos tanárként több ezer gyermeket és fiatalt tanított meg, a világ kapuit szélesebbre táró, más kultúrákat közelebb hozó, az eligazodást segítő idegen nyelvre. Hivatását mesterfokon művelte. Nevéhez nem csak az általános iskolák szakos tantervű osztályainak írt tankönyvek kötődnek, de 1963-tól néhány éven át az Oktatási Minisztérium munkatársaként jelentős szerepet vállalt az általános iskolák szakos nyelvoktatásának rendszerszerű bevezetésében és a tanítás módszertanának kidolgozásában. Zsuzsa nénit volt tanítványainak sorsa 90 esztendősen is érdekli, és a mai napig figyelemmel kíséri, mi történik szűkebb pátriájában és a nagyvilágban. Isten éltesse sokáig jó egészségben az ünnepeltet, Zsuzsa néni. Nyolcadik alkalommal rendezték meg az országos Line Dance és Country Fesztivált. Az ország területén több helyen működnek ilyen közösségépítő táncklubok, ahol jelen van a zene, a mozgás és a vidámság. A rendezvénynek a Tungsram sportcsarnok adott otthont. A fesztivál fővédnöke Bródi János volt. A 6.-7. kerületi ipartestület tagjai is ott voltak a fellépők között, és együtt ropták a táncot country zenére. A Budapest főváros Erzsébet és Terézvárosi általános ipartestülete egyesületek közötti kapcsolatot ápol a Kerepesi Plastic Cowboys Tánc Klub tagjaival. A két egyesület között a barátság még a múlt év végén kezdődött, amikor az ipartestület meghívására az évzáró rendezvényen remek hangulatot teremtettek táncaik előadásával. Ezek után többen jelezték, hogy szívesen megtanulnának egy pár figurát. Ez a közös táncolás, az új forma igen megtetszett több tagnak is, mert a napi munka után jól esett a vidám kikapcsolódás, a zene és a sok örömteli nevetés. A bemutatkozók között ott voltak a kerekesszékesek is. Az ő táncukat a sportcsarnok minden jelenlévője állva tapsolta végig. A fesztivál műsorvezetője is úgy vezette, illetve mutatta be a Plastic Cowboys kerepes tánccsoportot, amelyhez az ipartestület tagjai is tartoztak, hogy az egyik villanyszerelő, a másik irodai dolgozó, a harmadik kézműves, vagy éppen diplomás cégvezető. A Terézvárosi Gyermekkönyvtárban minden hónapban egy témát jelölnek ki annak érdekében, hogy még többen kedvet kapjanak az olvasáshoz és a könyvtárba járáshoz. Március 18-áig a cirkusz lesz a középpontban. Összegyűjtöttek mindent, amit a varázslatos cirkuszi világról tudni lehet. Kitűzött cél, hogy a megújult könyvtárban egy közösségi tér is létrejöjjön, ahová szívesen járnak mind gyermekek, mind felnőttek kikapcsolódni. A következő hónapban a házi tündéreké lesz a főszerep. Ismét itt vagyunk a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban, és imádom a negyedik tematikus hónap kezdődött el, és jó magad is már 4 hónapja itt vagy. Röviden mondd el az eddigi tapasztalataidat. Nagyon szeretik, nagyon élvezik, illetve kérik az olvasók, hogy egy kicsit lassítsunk, mert ugye 4 hét mindig egy hónap egy-egy téma, és hát sokan mondják, hogy lemaradunk egyszerűen, nem jut el hozzánk a hír, vagy valami elutazunk, nem tudunk jönni, és már is lemaradtunk, úgyhogy most bejelentjük, hogy egy kicsit hosszabbak lesznek ezek a hónapok, másfél-két hónapos hónapok lesznek nálunk. Eddig ugye volt először a lovagok, aztán a vasút, aztán a medvék hónapja, és most a negyedik hónap itt most nálunk a cirkusz hónapja, ami most egészen március 18-áig péntekig fog tartani, 2 héttel meghosszabbítva az eredetit.
tematikus hónapok, de hát azért ez mégis egy terézvárosi gyermekkönyvtár néven működik. Mi a tapasztalatod a gyerekekkel, hogy szeretik a könyvet, mennyire szerettek meg téged, az új környezetet, az új hangulatot? Az új környezetet nagyon szeretik, az új hangulatot szeretik, teázni, limonádézni lehet. Egy közösségi tér. Eddig is az volt, de most még inkább egy még interaktívabb közösségi tér. Ugye most a cirkusznál lehet mászni, és reményeink szerint ez folytatódni fog. Minden hónaphoz kigyűjtünk mindig könyveket, amik a hónap témájához kapcsolódnak, medvés, vonatos, most ugye cirkuszos könyveket gyűjtöttünk ki, és aztán azt előszeretettel viszik, úgyhogy az lefogy mindig egyből. És a következő hónap nálunk, ami március 21-én kezdődik, a tavaszra készülve és a húsvétra készülve, az a házi tündérek hónapja lesz, ami nem ilyen kis szárnyas, röbdöső tündér. Mi vagyunk a házi tündérek, úgyhogy házi kencefice krémkészítés lesz házilag, muffint díszítünk, sütni, főzni tanulunk, és szabni, varni tanulunk, mindent ahhoz, hogy milyen igazi kis házi tündérek legyünk, mint anyu. Itt vagyunk a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban, ahol két terézvárosi tanuló is van, hiszen ti az Erkel Ferenc Általános Iskolába jártok, és mellett az artista képzőbe. Hogy is van ez? Akkor most tegyük rendbe ezt a dolgot? Délelőtt bemegyünk az Erkel Ferenc Általános Iskolába, lefolyik a tanítás, és utána átsétálunk a Baross Imre Artista Képzőbe. A Baross Imre Artista Képzőben hétfőn 5 óránk van, lemennek az 5 órák, és utána haza lehet menni. Még ugyan korai a kérdés, de mi lesztek, ha nagyok lesztek? Hát ez nagyon nehéz kérdés, hiszen amikor én artistának mentem, én nagyon beleszerelmesedtem a függőbe, és légtornász szerettem volna lenni. Na és most már nem tudnák pontos választ adni arra, hogy mi szeretnék lenni, mert annyi óránk van, hogy mindet nagyon örömmel csinálom, nagyon szeretek szaltózni, függőzni, és igazából szeretnék akrobatikázni, és függőzni szeretnék. Tehát tulajdonképpen akkor ebből már az derült ki számomra, hogy mindenféleképpen az artista világban, a cirkuszvilágban szeretnétek elhelyezkedni. Te? Én is, és én még mellette le szeretnék rakni, vagyis igen, vagy egy cukrász szakmát, vagy egy kozmetikus, vagy egy fodrász, és én is elsőnek ilyen függőszer ilyesmit akartam, de most találkoztam az egyik tanárral, úgy hívják, hogy Tomi bácsi, és ő neki van egy csoportja, amilyen ugródeszka tartják egymásnak ilyesmi, és én arra is szeretnék menni, szóval akkor én is innen szeretnék csinálni. Hát embert próbáló és merész mutatványokat mutogattatok itt nekünk a Terézvárosi Gyermekkönyvtár cirkusz hónapjában. Meséljetek nekem egy kicsit, hogy történik az oktatás. Ugyanúgy van 4 fő tantárgyunk és 4 kiegészítő technikánk, ezekből áll össze nekünk az órarendünk, ugyanúgy, ahogy a közismereti órákon a matematika, irodalom, történelem, ez zajlik 8-tól 1-ig. És aztán átjönnek hozzánk 2-től 6-ig bezárólag, és ott van az akrobatika, dinamikus akrobatika, statikus akrobatika és a függőszer, valamint az ügyesség, ez a 4 fő technikánk előkészítőben, és emellé keverjük napi 1-2 óra szinten a kiegészítő technikákat, ami a tánc, a pantomim és a színészmesterség. Miért választottad ezt a nagyon nehéz, ám bár gyönyörű hivatást? Hát én azért választottam ezt a cirkuszt, mert én nagyon szerettem régen cirkuszba járni, és egyszer mentem egy olyan cirkuszba, ahol ilyen artisták szerepeltek, és onnantól kezdtem el, hogy minden cirkusz, és onnan anya megszerezte a telefonszámát az iskolának, és felhívtuk, és akkor felvettek, és akkor azóta oda járok. Neked melyik az erősséged ezek közül? Hát, nekem is főképpen az ügyesség, és onnan is az egyensúly dolgok, mint például a golyó, a drót, azt én nagyon szeretem,
meg hát egy kerekű, az egy jó. Jó kis tanács. És te miért választottad ezt a pályát? Hát én azért választottam az artista képzőt, mivel eléggé mozgékony vagyok, és hát semmi nem kötött le úgy, még otthon is este 5-től 6-ig pörögtem ezerrel, és hát most így az artista képző egy kicsit lenyugtatott, és hát nem pörgök annyira. Azt előbb elmondtad, hogy vannak társiskolák, testvériskolák, ez mit jelent? Hogy külön intézményben folyik a közoktatás. Az Erkel Ferenc iskolában, vagy a táncművészetinek van egy iskola része, ahol a közoktatás folyik reggel 8-tól 1-ig, és akkor onnan, ezek általában 10-15 perc járásra vannak tőlünk, azért hívjuk őket testvériskolának, mert egyik bezárólag a közoktatás megtörténik. Felkészíti őket 18 éves korra rendesen az érettségi megmérettetésre, és nekünk utána van egy fordulópont, hogy a diákjaink hozzánk járnak délután, mert akkor már nincs közismereti órájuk. Hát most csak az maradt hátra, hogy azért tegyük össze most akkor a mozaikokat, és akkor az artista iskola hány éves, hogy lehet oda jelentkezni esetleg, mik a feltételek egy felvételihez, és egy kicsit foglaljuk össze, hogyha valaki kedvet kap, akkor hogy jut el oda. Természetesen mindig van nálunk nyílt nap, van elérhetőségünk az interneten, ahol minden információ kint van. Most legközelebb március 23-án van 2 órakor felvételi, és pótfelvételit is tartunk április 29-én, az is szintén 2-kor van. Mindenkit várunk szeretettel, aki mozgékony, akiben sok az energia, aki szorgalmas, aki elhivatott, mert az már, hogy ő miben tehetséges, ezt a mi feladatunk megtalálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki, aki szorgalmas, sportszívvel rendelkezik, lelkes és kitartó, abból válhat cirkuszi előadó művész. Utolsó kérdés, vágyak, tervek? Hát én nekem nagy, a kedvenc cirkuszom az a Cirque du Soleil, és oda szeretnék majd egyszer elhelyezkedni. Amen. Szívből kívánom, hogy így legyen. Ugyanez. Nekem is a Cirque du Soleil az egyik kedvencem, és hát én is oda szeretnék nagyon bekerülni, és hát reméljük, hogy sikerülni is fog. Mondd el nekem, hogy mit próbáltál ki, mert azt láttam, hogy kötélmászás volt, meg mi egyes. Miket próbáltál ki? Kipróbáltam a zsonglőrködés, a buzogányozást, és kipróbáltam az egykerekűzést, és a karikadobálást. És melyik tetszett a legjobban? Az egykerekűzés. Mesélj nekem, hogy mi tetszett a legjobban ma itt a cirkusznapon? A bohóc. A bohóc. És miért pont a bohóc? Mert szeretem a bohócokat. És mondjad, szoktál cirkuszba járni? Igen. És ott is a kedvenceid a bohócok? Igen. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket a képernyőn látható elérhetőségeket. A jövő héten a szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jó, a viszontlátásra.